Erre szokták mondani, hogy nyugtával dicsérd a napot, mármint olyan értelemben, hogy talán a tas majd akkor jár ki, hogyha sikeres az előadás és tetszett mindenkinek. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a időjárás szempontjából kevésbé barátságos estén itt New Yorkban. Nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, hogy itt lehetek, és összehozták ezt az előadást, és remélem, hogy több napi hideg élelemmel készültek, ez nem fenyegetés. Csak nagyon nehéz helyzetben vagyok az itteni körutat illetően, mert egy 6 vagy 8 részben futó előadás sorozatot kell most betömörítenem két alkalomra. Volt, ahol csak egy alkalomra lehetett, mert ennyire volt lehetőség. Úgyhogy nagyon, ahogy szokás mondani magyarul, nagyon szőr mentén érintjük csak a témát. Azonnal bele is vágok akkor a kibontásába, hogy ne húzzam a bevezetővel az időt. Három a magyar igazság, ezért három nagyszerű idézettel kezdeném a mai előadást, vagy három nagyszerű idézettel vezetném föl. Az első, mindkettő a hagyományra tekint rá, mindhárom idézet, és a hagyománynak a jelentőségét és fontosságát, különös tekintettel a magyar hagyományra, a magyar hagyomány fontosságát világítja meg. Az első, talán a legnagyobb magyar filozófus tollából és fejéből gondolatai közül származik, őt Hamvas Bélának hívták, és a következő gondolattal kezdi a Scientia Sacra nevű három kötetes munkájának a harmadik kötetét. Megpróbálom szó szerint idézni. Tudomány, művészet és filozófia arra valók, hogy az ember életét szebbé és élhetőbbé tegyék. A hagyomány pedig arra való, hogy visszavezesse az embert önmagához. Nagyon fontos gondolat egy olyan világban és egy olyan időben, ahol szinte senki nem találja meg hitelesen önmagát. Keresi, keresi, mindannyian keresők vagyunk, de valahogy mindig célt tévesztünk, és nem vesszük tudomásul, hogy van több ezer éve egy hiteles út számunkra, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, visszataláljunk saját identitásunknak a legmélyebb gyökereihez, ez pedig a hagyomány. És minthogy mi magyar emberek vagyunk, nekünk a magyar hagyomány vonulatán kell haladni. És ha ezt megtesszük, akkor mivel Bartók Béla sokat idézett mondatai csendülhetnének fel. Itt különös súlya New Yorkban, ugye is New York környékén, hiszen utolsó éveit itt élte, hogy csak tiszta forrásból. Nagyon kell arra vigyázni egy olyan korszakban, amikor nagyon sok a hamis proféta, hogy tiszta forrásból merítsünk. Márpedig a magyar hagyomány tiszta forrás a gyökeréig, a legősibb időkig, a leges-leges-legősibb időkig. Ez lett volna tehát az első idézet. A második idézet így hangzik, rendkívül egyszerű idézet, és Molnár V. József magyarság kutatótól származik, mindannyiunk Jóska bácsiától, akik ismerik, tudják, hogy miért nevezem így. Egyetlen egy mondat tehát, a hagyomány lényege, hogy folytatni kell. Itt már meg szoktak állni sokan, és azt mondják, na de, városi környezet, nagyvárosi környezet, urbánus környezet, modern ember, modern gondolkodással, modern világképpel, ugyan már hogyan lehet a hagyományt folytatni? Különben is az olyan avitt és régi dolog. A mai estén azt próbálom megbizonyítani, hogy ha valami nagyon aktuális, magyarul időszerű, akkor ennek a hagyománynak a folytatása időszerű. Ugyanis az a világ, amelyben jelenleg élünk, nem mondok újdonságot, az összeomlás szélén áll. Gyakorlatilag emberi léptékkel másodpercek kérdése, hogy mikor fog összeomlani. És akkor mit fogunk csinálni mindannyian? Egyetlen egy kapaszkodónk marad, a saját hagyományunknak a folytonossága, amiben egyébként 10 000 és 100 000 évig élt benne az ember folytonosan. És csak az utóbbi 200 évben szakadt ki belőle igazán. De hogyha elmegyünk Erdélybe, elmegyünk a perem területeire Erdélynek, ráadásul nem is mondhatjuk, hogy kiszakadt.
Mert a gyimesi csángó asszony, a mai napig, a moldvai csángó férfi, a mai napig, a székelyföldi gyermek még voltak éppen a mai napig bennei lennek a hagyománynak a folytonosságában. És még ha most ki is esne az utolsó másodpercben, hát azért azt vegyük tudomásul, hogy egyetlen egy nemzetnek van a legteljesebb módon felgyűjtve a hagyománya, a néphagyománya, ez pedig éppen a magyar. Ugyanis a magyar néphagyomány kutatás volt az első, amelyik elkezdett gyűjteni. És éppen ezért, ráadásul mivel kitűnő kutatói voltak, most megint emlegessen Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és a néptánc tekintetében Martin György, mindent összegyűjtöttek. Készen van a magyar népzene tára, föl lehet nyitni, el lehet olvasni. Mit csináltak jeles napokon? Milyen énekeket énekeltek az adott jeles napokhoz kötődően, és a többi, és a többi, és a többi. Vagyis nekünk ennyi a dolgunk, ha a folytonosságba vissza akarunk térni. És következzék a harmadik idézet, ami azonnal kettős idézet. Miért kettős idézet? Azért, mert három a magyar igazság, de egy a ráadás. Tetszenek érteni? Tehát nekem most egy ráadással is szolgálnunk kell, és fogok is. Az első egy rendkívül meglepő, 1908-ban született Bartók Béla tollából. Tudatosan választottam ide New Yorkba Bartók Béla tollából. Azt írja 1908-ban egy remekbe szabott, bár rendkívül rövid tanulmányában. Vagy a magyar hagyomány folklór, de akkor az összes többi népnek nincsen folklórja. Vagy a magyar hagyomány nem folklór, és akkor a folklort fönntarthatjuk az összes többi népnek. Ezek megdöbbentő gondolatok. Na most mielőtt gyanakodnánk valami rejtett és bújtatott, túldimenzionált nacionalizmusra, tetszenek tudni, ilyen felfúvódott nacionalizmus, vagy mondani szokás, ez már ilyen felfúvódott nacionalizmus, akkor pontosítjuk, hogy mire gondolt Bartók Béla. Arra gondolt, hogy az akadémikus folklórkutatás módszertanával, tehát ha az akadémikus folklórkutatás módszertanával kutatjuk a magyar néphagyományt, akkor nem jutunk igazán eredményre. Vagyis a folklórkutatás módszertana nem alkalmazható teljességében a magyar néphagyományra. Bizonyos eredményeket el lehet érni, de folyton kibújik a folklórkutatás módszertana alól a magyar néphagyomány. És föl kell tenni a kérdést, hogy miért. És ma a mai előadásban erre a kérdésre próbálunk válaszolni, hogy miért. Egyébként Bartók következő idézetében már bújtatottan ott van a válasz, és akinek füle van a hallásra, az most hallani fogja. Bartók Béla ugyanis ír egy levelet haza az édesanyjának, Torontál vármegyébe, Nagyszent Miklósra, ahol ő született. És a következőt írja a levelében, ezt más forrásokban is megtaláljuk, mert ő egy tudományos dolgozatban is kifejtette, csak sokkal tudományosabb nyelvezettel, hozzám a kevésbé tudományos nyelvezet áll közel, ezért ezt fogom most átadni. Édesanyjának írja az egyik erdélyi gyűjtő útjáról. Haza. Meggyőződésemmé vált, hogy a magyar parasztembert népdalra ugyanaz az erő fakasztja, mint amely tavasszal a virágokat. Olyan már, mint a népmese, mintha népmesét olvasnánk. És ezután leírja Bartók, hogy éppen ezért a magyar népdal sokkal több, mint magyar. Mivel ugyanaz az erő fakasztja, szökkenti szárba is fakasztja a virágot tavasszal, mint amelyik a magyar embert népdalra fakasztja. Egyébként gyönyörű a megfogalmazás, tessenek odafigyelni. Három dolog fakad a magyar hagyomány nyelvezetében. A rügy és a virág, a forrás és az ember dalos kedve. Ez a három fakad. Nagyon szépen mutatja a magyar nyelv, hogy itt természeti, sőt kozmikus léptékről van szó. Bartók is arra utal. Túlmegy már a magyar kérdésen az, amikor dalolunk. Ugyanis ezek kozmikus énekek. Nem szoríthatók be a magyar hagyomány keretei közé abban az értelemben, ahogy ezt az etnográfia vagy a folklórkutatás sugallja. Na erre utalt Bartók Béla. És innentől kezdve nagyon komoly kérdéseket kell föltenni. Mi az a különlegesség a magyar hagyományban, amely más hagyományban már csak töredékesen, vagy egyáltalán nem található meg?
ugyanis mindenki tudja, hogy a legteljesebb néphagyomány az a magyar néphagyomány. Ehhez nem kell felfújt nacionalistának lenni. Néhány kérdést nagyon célzottan föl kell tenni. Most is a tisztelt hallgatóságnak. Tetszene-e tudni, hogy melyik népnek van a legtöbb népdala? Egyértelmű. Mennyi? Szám szerint? Nagyon jól értesültek, köszönöm szépen, mert ezt sem Torontóban, sem pedig Calgaryban nem tudták megmondani. Én már innentől kezdve repülök, mert örülök neki, hogy itt mindenki mindent tud. Hát egészen pontosan, ha nem számoljuk a teljesen azonos ívű népdaloknak a szövegváltozatait, mert ugyebár ezek a népdalok szeretnek végigmenni nyugatról keletre a Kárpát-hazán, aztán vissza, mintha visszhangot hallanánk a Kárpátok keleti lejtőiről, visszatérnek mondjuk Vas megyébe, és legfeljebb a szövegük változik meg, de az se lényegre törően, hanem piciny módosulásokkal. Vagy oda becsúszik egy vendéghang, vagy lejjebb becsúszik egy vendéghang, de alapvetően a gerince annak a népdalnak ugyanaz. Na most, ha ezt nem számoljuk, 250 ezer. Ez elképesztő. Tetszene-e tudni, hol van a világon a legtöbb népmese? Köszönöm szépen. Igen, a Kárpát-hazában. Van egy olyan népmese típus, ami sehol a világon nem fordul elő. Ez pedig a fehér lófia népmese típus. Sehol a Földön nem fordul elő. Föl kell tenni a kérdést, nálunk akkor miért? És honnan vettük? Mert ugyebár a hivatalos néprajzkutatás folyton azt a képletet erőlteti ránk, hogy átvétel, átvétel. Még az égigérő fa népmese típus is átvétel a törökös népektől, az őstörök kultúrától. Na de ez nem lehet átvétel, mert egyedülálló. És akkor jön a következő kérdés. Mit tetszene gondolni, hol van a legváltozatosabb tárgyi néprajz? Kárpát-hazában. Falvanként különböző. Ha bemegy az ember mondjuk egy konyhába, meg tudja mondani, ha jó a szeme. És tapasztalt már a látása. Meg tudja mondani, hogy hol jár. De nem ám tájegységre, mert azt nem olyan nehéz megmondani. Bemegyek mondjuk egy konyhába, és Kalotaszegen vagyok. Hú, de okos vagy. Meg lehet mondani falura. Falura meg lehet mondani. Mirán vagyok, kezit csokolom. És miért? Mert ott és ott és ott az a figura, az csak itt fordul elő. Tehát ez valami elképesztő. És akkor jön a költői kérdés, ezzel zárjuk ezt a dolgot. Mit gondolnak, hol van a legváltozatosabb néptánckincs? A Kárpát-hazában. Na most erre megint azért Bartók Bélának egy nagyon fontos tanulmánya kínálkozik, megvilágításként, őt majd később fogom elmondani, viszont elmondok egy kedves kis történetet. Hajdani osztálytársam a Magyar Táncművészeti Főiskolán, ő most már egy befutott koreográfus, én meg egy nem befutott, nem koreográfus vagyok, Román Sándornak hívják, talán ez a név itt valamilyen módon cseng, eljutott Las Vegasba. Las Vegas a csillogásnak, a show businessnek a központja, de ezt én mondom önöknek, hát önök itt élnek, tudják, hogy miről van szó. És előkerült ott egy ilyen step táncos. Nagyon nagy mellénye volt, én ezt a Román Sándortól tudom ezt a tőt, és így jött be is, és mondta, hogy bárki bármit táncolhat itt, én vagyok a világ közepe, mert ez a step tánc, ez olyan technikát igényel, amit senki nem tud megtanulni, csak éveken keresztül, és fölállt a színpadra, és elkezdett táncolni step tánc, és mindenkinek leesett az álla. És hát a Román Sándor gondolt egyet, és amikor ő befejezte ezt a nagy produkciót, látva, hogy mekkora mellénnyel csinálta ugye ezt, oda ment, és azt mondta, most én is szeretnék valamit táncolni. Tessék! Kalotaszegi legényes. És elkezdte a kalotaszegi legényest. És ugye a negyedik pont környékén már lehetett látni, hogy ennek a step táncosnak már kezd ilyen arca lenni. Aztán a hatodik pontnál már kezdett ilyen, nem tudom, fogta már a fejét, meg minden is. Utána oda ment a Román Sándorhoz, és mondta, hogy én azt hittem, hogy eddig a step tánc igényli a legmagasabb szintű technikát. Most már látom, hogy a kalotaszegi legényes. Ezek döbbenetes dolgok. És mind arra valók, hogy egy kicsit megerősítsük magunkat az identitásunkba, kicsit kihúzzuk magunkat, tetszenek tudni, mert a mai embernek olyan rossz a tartása. És attól rossz a tartása, hogy nincs gyökere. Minél inkább gyökértelen valaki, annál rosszabb a tartása. És akkor látjuk a mai fiatalokat, tisztelet a kivételnek. Mert nem azért mennek így, mert jaj, de nehéz az iskolatáska, hanem azért mennek így, mert gyökértelnek és nincs tartásuk. Egyáltalán nincsenek tisztában a hagyományukkal. Nem tudnak magyarul énekelni, nem tudnak magyarul táncolni. Következésképpen, mert már a nyelvhasználaton látszik manapság, nem tudnak magyarul gondolkozni.
Pedig mekkora érték magyarul gondolkozni? Csak annyit kell hozzá tudni, most én nagyot fogok mondani, hogy a Jóisten is magyarul gondolkozik. Nem csak számunkra, hanem az egész Föld számára magyarul gondolkozik, és ezt honnan lehet tudni? Hát ezt most hagyjuk, mert ez egy néptáncos előadás. De mondjuk 1968-ban a Párizsi Sorbonne Egyetemen volt egy etimon vizsgálat. Most én ezt nem akarom ezzel húzni az időt, az etimon az ősgyököket vizsgálta a különféle nyelvekbe. Minél ősibben nyelv, annál több az ősgyök tartalma. És akkor elkezdték vizsgálni az összes holt és élő nyelvet, és a szanszkrit kijött valami, nem is emlékszem már, 20-valahány százalék, vagy 40-valahány százalék, lényegtelen. Mert a listán az első helyen a magyar nyelv állt 68%-kal. És akik a vizsgálatot végezték, nagyon szépen levonták a következtetést, nem véletlenül nem olvasunk erről, vagy csak itt-ott-amott jelenik ez meg publikációkban. Levonták a következtetést, a legközelebb az ősnyelvhez, tessenek úgy érteni, akik ismerik a biblikus történetet, hogy a bábeli nyelvzavar előtti ősnyelvhez. A legközelebb az ősnyelvhez a magyar áll. És akkor letesszük a nyelvünket, meg hagyjuk tönkre menni, meg eltorzítani a nyelvünket. Nem közhely, hogy nyelvében él a nemzet. Nem közhely, persze, mert mindenki ismer és a könyökén jön ki. De mégsem közhely. No, vissza a néptánchoz. Mi van akkor a néptáncban, és mi van akkor a magyar hagyományban, föl kell tenni a kérdést. Ez a roppant erő, ez a robosztus erő, amely megtart bennünket a világban évezredeken keresztül magyarnak. Mert most megint lehetne egy közhelyet mondani. Hol vannak a sok-sok népek, akik a történelem színpadán eljátszották a szerepüket? Hol vannak? Sehol. Hol van a magyar? Persze, ha tudjuk azt, hogy nem a ránk erőltetett finnugor származás elméletnek a vonalán kell gondolkozzunk, mert akkor az 5. század előtt nincsen magyar voltak éppen. Na de ha tudjuk, hogy a szkíta, hun, magyar vonulat mentén, folytonosság mentén kell gondolkozzunk, akkor hány ezer évet is kell számításba vegyünk? Herodotosz görög történetéről még mindig közhely, amit mondok. A 6. században Krisztus előtt a következőt írja le. Tessenek azért arra tekintettel lenni, hogy Herodotosz volt az első történetíró Európában. Ő előtte nem volt történetíró, mert nem volt történelem egyébként, azért nem. És ő nagyon közel volt még a forrásokhoz. Vagyis minél inkább visszamegyünk az időbe, annál hitelesebb forrásokat kapunk értelemszerűen. Herodotosz az első. És azt mondja, kezdettől fogva vita van az egyiptomiak és a szkíták között, hogy melyik az ősibb nép. És odaírja, én azt gondolom, hogy a szkíták. Ó, egyiptomi birodalom visszamegy. Hát nem is mondom hova. Bronzkor eleje. De nem lehet egyébként tudni, hogy mikor kezdődött. És akkor itt kell föltenni a kérdést. Akkor a szkíták? És mi a szkíták utódai vagyunk. Nyíl egyenesen. Nyíl egyenesen, ez szép. Mi van tehát a néptáncba? Na most az a baj, tetszenek tudni, innentől kezdve elválnak az útjaink az akadémikus néptánckutatástól. Ugyanis az akadémikus néptánckutatás nem tud erről mit mondani. Tehát hiába nagyszerű és élvonalbeli a magyar hivatalos akadémikus néptánckutatás. Hiába van a Magyar Tudományos Akadémia Kebelén belül egy zenetudományi intézet, ahol külön van egy táncosztály, és ott nagyon sok jeles kutató vizsgálgatja a táncot. Nem tudnak róla mit mondani. Ugyanis jelen pillanatban ez a kutatás nem megy túl a hivatalos folklór kutatásnak a szemléletmódján. Ez az, amiről Bartók írt. Úgy szokták tudományos szóval mondani, hogy a jelenlegi néptánc kutatás az strukturalista, szemiotikai kutatás. Mind a kettő ocsmány szó, úgyhogy magyarítsuk le. Azt vizsgálják, hogy milyen a nyelvtan. Milyen a néptáncnak, mint nyelvnek a nyelvtana. És gyakorlatilag ezt a munkát már be is fejezték. Minden falunál ismerjük, hogy melyik lépés motívum után, melyik motívum következhet, és melyik motívum biztosan nem, tetszenek érteni. Vagyis hogyan kapcsolódnak össze a motívumok a táncban. Ez nagyon szép, na de ez egy nyelv, mert ők is mondják, hogy nyelv. Ugye milyen megközelítés? Szemiotikai. Mit jelent a szemiózis? Nyelvészetet, nyelvteremtést jelent. Mindenki tudja, hogy ez nyelv. És hogy kéne tovább lépni?
össze kéne végre a szótárt rakni. Milyen szótárt? Megnézni, hogy amikor én ezt gondolom a világról, az táncos nyelven hogyan néz ki. Mert akkor végre kiderülne, hogy mi van ott elrejtve. Na de ezt nem teszik meg se a tárgyi néprajzzal, hímzésekkel, falfestésekkel, tányérokkal, szürhímzéssel, viselettel kapcsolatban. Nem teszik meg. Tulajdonképpen a mondákat és a meséket tekintve is vonakodnak. Csak itt azért jobb a helyzet. Mert azt például felfedezték, hogy a magyar népmesével gyógyítani lehet. Tetszettek erről hallani, hogy van ilyen, hogy népmese terápia? És Magyarországon már több klinikán gyakorlatilag tanítják, alkalmazzák. Pszichés betegségeket, szorongásos, depressziós betegségeket kitűnően lehet vele gyógyítani. Megkeresik az illetőnek a karakterének megfelelő saját népmeséjét, és azzal gyógyítanak. Tetszettek már arról hallani, mert nyilván tetszettek, hogy népdalokkal lehet gyógyítani. Ez zeneterápiának hívják, és ezen belül a külön területe van a népdalokkal történő gyógyításnak. Akkor miért nem hiszük el, hogy mondjuk néptánccal is lehet gyógyítani? És miért lehet néptánccal gyógyítani? Mert az is egy nyelv. Ha a modern pszichológiában elfogadjuk, hogy minden gesztusnak jelentése van, amikor elmegy valaki felvételizni egy munkahelyre, tetszenek tudni, azért szokták nézni, hogy ül le a székre például. Keresztbe rakja a lábát. Mert mit jelent, ha keresztbe rakja a lábát? Hogy zárkózott ember. Nem akar megnyílni. Ha keresztbe rakja még a kezét is, akkor az duplán zárkózott ember. Ha pedig így hadonászik, és nyitva van a lába, az mit jelent? Hogy ez egy nyitott ember. Úgy mondják, hogy ő egy extravertált személyiség, a másik pedig egy introvertált személyiség. Akkor miért nem hisszük el, hogy mondjuk ennek jelentése van? Vagy mondjuk ennek jelentése van? Vagy ennek jelentése van? Miért nem hisszük el? Mert a hivatalos akadémiai kutatás Magyarországon nem hiszi el. És nem fogadja. De mi ma ezen az estén teszünk a hivatalos akadémiai tánckutatásra. És elkezdjük összerakni a szótárt. Na most, akik nem szeretik ezt az előadás sorozatot Magyarországon, azok ezért nem szeretik. Egyéb iránt megfigyeltem, hogy a jelenlévő kivételek, és ráadásul ez Amerika, tehát itt minden szempontból kivétel. Magyarországon kifejezetten a néptáncosok nem járnak ezekre az előadásokra. És egy csomó ideig gondolkoztam, hogy vajon miért. És aztán rájöttem, mert ha végig tekintem, miről van itt szó, akkor kiderül, táncolni csak felelősséggel lehet. Amikor én táncolok, felelős vagyok. Mert mit csinálok? Valamit közlök egy közösséggel. Vagy közlünk egymással. Ebből következően nem lehet mindig táncolni. Nem lehet mindig táncolni. Vannak például tánctilalmi időszakok, fogjuk látni. Ilyen a húsvét előtti nagybőjt, amikor tilos táncolni. Mit gondolnak a magyar hivatalos népi táncos szakma? Mikor rendezi a legnagyobb rendezvényét? A táncház találkozót? Nagybőjt végén, lehetőleg nagypéntek környékén, amikor Jézus Krisztus keresztre feszítették. Ennyi. Ennyi. Nem értik, mit csinálnak. Fogalmuk nincs, hogy mit csinálnak. Nekik a tánc arra való, mint másnak a diszkó. Pontosan. Verd szét a lábodat, barátom, közben illed magadat lehetőleg részegre, úgyis ezt lehet látni. Néptánc találkozóra jön ki a tömeg késő éjszaka, minden, majdnem minden ember részeg. Ez a népi diszkó. És ez nagyon veszélyes, mert a saját hagyományunkat diszkosítják. És egyébként meg még egyszer mondom, én, mint keresztény ember, kikérem magamnak, hogy nagybőjt végén tartják a tánchez találkozót. Ki? Tiltakozom. Na nem, mintha érdekelni őket. Csak mondtam, hogy tiltakozom. És számos ilyen van. Legényesnél elhangzik a tilalom. Maguk a lányok mondják. Ez a tánc a legényeké, nem a házas embereké. Mit lehet táncházba látni? Orba szájba nyomják a kalotaszegi legényest a házas emberek. Hát mit gondolnak, kinek szólt ez? Véletlenül a lányok szórakozásból mondják, hogy ez a tánc a legényeké, nem a házas ember. Szórakozásból? Nem. Tudni kell, hogy ez mulatság. És tudni kell, hogy a régiségben mit jelentett a mulatság. Mit jelentett a mulatság a régiségben? Meg kell őket kérdezni. Nem kitalálni kell. Lehet ülni egy íróasztalnál, és gondolkodni azon, hogy én mit gondolok arról, hogy nekik mit jelentett a mulatság. Csak ez nem biztos, hogy hiteles eredményre vezet. Egyszerűbb elmenni hozzájuk, leülni alázattal melléjük, és megkérdezni tőlük. Bátyám, mit jelent az a mulatság? És akkor rögtön elkezdik kibontani. Hát igen,
Most mondok egy tipikus választ. Hát jellemző a kérdés. Városi ember vagy, ugye? Hát az lennék. Na, hát igen. Mert városi ember nem tud múlatni. Hát mit tud a városi ember? Hát szórakozni. Na de, tudod-e, hogy mi az, hogy szórakozás? Nem tudom. Hát benne van a szóban. Aki szórakozik, az szétszóródik. És tényleg, szórakozás és szóródás. Mit szór szét? A saját erőit, meg a figyelmét, meg a szellemiségét. És aztán, amikor vége van a szórakozásnak, hogy megy haza? Ránéz az ember, hogy, bátyám? Hát így. Mert olyan fáradt. Mert tudnék, ezek egyszerű dolgok. Ha én szétszorom az energiáimat, fáradt leszek. Ha koncentrálom az erőimet, akkor nem fáradok el. Itt le lehet a néptáncosoknak tesztelni magukat, ezeket csak azért mondom. Ha valaki megvádol, hogy semmi közöm a néptánchoz, azért én 3 éves korom óta néptáncolok, de ezt most nem azért mondtam el, hogy hú, mert ez nem hú, ez egy családi adottság, semmi több. Na de azt azért az ember érzi. Elfáradt, vagy erőt merített belőle? És tessenek elhinni, aki nem hiszi, járjon utána. Aki jól táncol, erőt merít belőle. Aki csak szórakozik, az le fog merülni. És így fog lejönni a színpadról. Mert ilyen egyszerűek a dolgok. De tényleg ilyen egyszerűek. No. Nem kell azért elkeseredni. Mert lépünk tovább. Mert ugye nem mondtam meg, mi az a mulatság. Csak azt mondtam meg, hogy a városi ember szórakozni tud. Azt mondja erre a bátyám. Valahol ott Székelyföld, Belsejébe, Csíkba, de lehet ez, Gyimesbe is, Módvába, ott még tudnak ilyeneket mondani. Egyébként ott még tátosok is vannak. Csak tetszenek tudni, mivel ők hiteles tátosok, nem hirdetik magukról, hogy tátosok. Sőt, ha megkérdezzük tőlük, akkor inkább elbújdokolnak. És csak akkor kerülnek el, amikor rájuk szükség van, de akkor sem mondják, hogy tátosok. Csak onnan lehet látni, hogy tátosok, amit csinálnak a közösség érdekében. És azt mondja a bátyám, múlatni? Hát ez is benne van a szóban. Múlatja az ember az időt az Istennél. Ezt a választ kapjuk. És ezért van az, mondja a bátyám, hogy amikor magyar férfi ember táncol, vagyis mulatja az időt a Jóistennél, akkor így rendre modra a jobb karját fölteszi, ezt az ujját így fölteszi ide, látták már ezt a gesztust? És így táncol. És elmondja a bátyám, hogy azért teszi ezt, mert rámutat a Jóistenre. Tudnék, neki táncol. No, teremtőm, te ide figyeljél, mert most én azt táncolom el a testembe, amit te nekem tanítottál egész eddigi életem során. Én ezt most összegzem neked. Szellemben, lélekben és testben. Nézd meg, hitelese. És ha hiteles, akkor dicsérj meg. Ha nem hiteles, akkor pedig küldj vissza a közösségbe, taníts, hogy tanuljak még. Táncolni, Istennél lenni. Egyébként ugyanerre az eredményre jutunk, ha népzenészt, igazi népzenészt kérünk meg, hogy meséljen arról, mi történik akkor mondjuk, amikor ő prímásként játssza a dallamot. Vagy dudásként pásztorember játssza a dudanótát. Vagy parasztasszony népdalra fakad. Hát először is népdalra fakadni, azt nem így szoktak, hogy van 5 másodpercem, kedves gyűjtő elvtárs, most akkor eléneklem önnek azt a régi stílusú népdalt, amire kíváncsi. Hanem hosszú beszélgetés előzi meg. Ráhangolódás mondanák. És ha láttak még ilyen nénikét énekelni, akkor így összeteszi a két kezét. Tetszettek ezt látni? Ez az imádságnak a jele. Lehet így is imádkozni, de egyébként lehet így is imádkozni. És így becsukja a szemét. Mert így kezdi el a népdalt. És van egy kis csönd ott a dal kezdete előtt. Ha igazi gyűjtéseket hallottak, tudják, miről beszélek. Összeteszi a kezét, lecsukja a szemét. Vesz egy nagy levegőt, és elkezdi a népdalt. És elmondja utána, hogy én, amikor dalolok, nem vagyok ott. Én, amikor dalolok, a Jóistennél vagyok. És együtt dúdolom vele ezt a nótát, ezt a dallamocskát. Onnan hozom le.
Egyébként, amit régi stílusúnak nevez, a hivatalos kutatás az erről szól, tetszenek tudni. Mert van egy nagyon magas hang, megkeresi a saját magas hangját. A legmagasabbat, amivel a legmagasabbra tud hatolni. Így kitűzi az égboltozaton, és aztán onnan ereszkedik le. Hogy hívják ezt? Ereszkedő dallamvona. Mit üzen? Hogy onnan föntről hozok le valamit, és ide leeresztem közénk. Ide a mi világunkba. És a mi világunk az milyen világ? Hát aki ismeri, és akkor már sejthető, hogy mire fogok rákanyarodni, aki ismeri az ősvallásunk tanítását, tudja, hogy ez a világ, ami itt van, az az elemekre épül. És hány elem van? Hogy hívják ezt a népdalkincsgyűjtők nyelvén? A folklorisztikában és a zenekutatásban? Pentaton. Öt hang. Pentaton. És akkor lehet érzékelni. Kitűzök valamit az égboltozaton, lehozom közénk ide az ötelemű világba, és megszólal. És elemi ereje van. Mert aki ismeri a magyar népdalokat, tudja, hogy dobban a szív azonnal. Ha megszólal egy magyar népdal, dobban a szív azonnal, vagy nem így van? És könyvbe szökik a szem azonnal. Nem csak azért, mert távol élő magyarok vagyunk már, mint önök. Nem csak azért, tehát nem csak a honvágy miatt, magyar ember is. Tehát ha én hallom ezeket a népdalokat, egész egyszerűen könnybe lábad a szem, és küszködök a sírással. És dobban a szívem. És valahol már egészen máshol érzem magamat. És meg kell nézni, hogy ezek a népdalok miről szólnak. Mert 99,9%-ban, plusz 0,1%-ban a szerelemről szólnak. És mi a szerelem? Benne van a nevében. Egy elem. Na de melyik elem? Van öt elem. Egyébként van egy hatodik is, ezt majd fogjuk látni, ha kibontjuk az ősvallást, és melyik a szerelem? Tessenek nézni. Egyébként csak azt kell hozzátudni, hogy mi az a szer. Mi a szer a mi nyelvünkben? Hát akiben nincs meg, az a szertelen, ugye? Fosztóképző. Akiben meg megvan, az a szerény. Aki meg tudja használni, bármilyen viccesen hangozik, az a szer elő. Aki mindent meg tud javítani. De ehhez mindhez mi kell? Hogy én szerelmes legyek. És az mi? Amikor a világnak az öt elemét egyesíteni tudom. Így. És mondjuk a régiek, ha láttak Moldvajt, Gyimesi asszonykát, vagy Székely asszonykát imádkozni, nem így veti a keresztet. Nem így veti a keresztet. Így veti a keresztet. Így-e? Így. És ha bátrak lennénk és megkérdeznénk, elmondanám, mert ez így külön az ötelem, ez pedig a szerelem. És hogy szólítja meg a jó Istent? Szerelmes Istenem. Ahogy egyébként az Isten szokta az ember fiát megszólítani, biblikus tanúság szerint is tudjuk, íme az én szerelmetes fiam, benne gyönyörködöm. Na most ez a szerelem. Tudjuk-e egyesíteni azt a világot, ami szétszakadt darabokra, azokkal a gyökerekkel, ami a mi, mert a szer rendet jelent. A mi Istentől kapott rendtudatunk, ez az ősvallás, vagy nem? Mert miről szó voltak éppen a néptánc minden gesztusa? Miről szó voltak éppen a tárgyi népművészet minden jele? Miről szól voltak éppen minden magyar népmese? Miről szól voltak éppen minden magyar népdal? A magyar ősvallásról. Vagy ha úgy tetszik egyszerűbben, az ősvallásról. Ahhoz, hogy megfejtsük a néptáncnak a titkos beszédét, ahhoz viszont ismernünk kell az ősvallást. Mielőtt megkérdezném, hogy állunk az ősvallás ismeretében, nem, megkérdezem, hogy állunk az ős, de mégiscsak valamit még mondok példának. A magyar népdalokban, amikor szerelemről énekelnek, két szeretőt szoktak emlegetni. Félreértés ne essék, nem azért, mert a magyar ember szeret egyszerre párhuzamosan több szeretővel együtt lenni. Most megint látom a mosolyt az orcaikon, és én ennek nagyon örülök, csak szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy a hivatalos néprajzkutatás nagyon komolyan így gondolja. Huncut ez a magyar, tetszenek látni a népdalokban? Itt is egy szerető, ott is egy szerető, micsoda erkölcstelen világ. Hol a magyar faluba erkölcstelen világról beszélsz, te szerencsétlen? Amikor tartása volt az embereknek, olyan cudar erkölcsös világ volt, hogy ott nem kellett bezárni a kapukat, nem kellett a kertajtót bezárni, a szekeret kint lehetett hagyni,
és békében hazamehetett éjszaka is a legény meg a leány. Vagy nem? Ott rend volt, ott erkölcs volt, ott tartás volt. Hát meg kell nézni 200 éve, hogy néznek ki a dédapáink a fényképen. Nem így, mert nem voltak megnyomorítva. Így néznek velünk szembe, így, és ragyog a szemük. És a régi ember a másiknak a szemébe nézett, amikor beszélt hozzá. Ma meg ezt lehet látni. Ez is gesztusnyelv. És nagyon árulkodó, gerinctelen lett a világ. Nincs tartása ennek a világnak. Hát igen, mert hagyománytalan. Hagyománytalan. Mert nehogy azt gondolják, hogy ha multikulturalizmusról beszél, hogy az hagyomány, annak éppen az a lényeg, hogy összemossa a hagyományokat. És le van minden ezzel az undorító, posztmodern szószal kenve. És ennyi. Na ezzel ne is időzzünk többet. Két szeretőről beszél egyébként a Magyar Népdalkincs. Első szerető. Ő nagyon fontos. Miért? Mert az első szerelmet az első szeretővel tapasztaljuk meg. És amilyen az első szerelmünk, olyan lesz egyébként az életünkben az első szerelmi életünk, vagy az egész szerelmi életünk. Úgyis ráüti a bélyegét az első szeretővel töltött tapasztalat az egész szerelmi életünkre. A halálunkig. Tehát lényeges az első szerető? Hát hogy ne lenne lényeges? Na de mire való az első szerelem megtapasztalása? Arra, hogy ezt a szerelmet utána tartani tudjuk, ehhez megtartó erőre van szükségünk. Sőt, ezt a szerelmet ki tudjuk az egész világra terjeszteni. Mert különben esélyünk sincs, hogy a világot ebben a szerelemben újra összeszeretve visszatérjünk a Teremtőhöz. Ugyanis szétesett. Szét. Még a görög is tudja, mert azt mondja, szimbóleum, miről beszélünk? Néptánc jelképeiről. Szimbóleum az mit jelent? Egyesíteni. Mi az ellentéte? Diabolon. Az mit jelent? Az maga az ördög. Görögül. Diabolon, ördög. Azt jelenti, hogy kettévág minden. Mindent szétszed darabokra. Egyiptomban szétnek hívják azt az Istent, aki mindent szétszed. Hogy miért magyar a neve? Ezt ne tőlem kérdezzék meg, ezt egy egyiptológustól kérdezzék meg. Tudva lévő, hogy ő vágja szét Oziriszt. És ott épülnek aztán a piramisok, ahova elrejtik a tagjait. Na de nem ez a lényeg. Ki a második szerető? Nem a második, hanem azt mondja a Magyar Népdal, régi szerető. Ki ez a régi szerető? Akiért nem akármit megtesz a magyar, mert így fogalmaz a leggyönyörűbb szerelmes népdalba. Régi szeretőmért mit nem cselekednék? A tengernek vizét kanállal kimerném. Most ha valaki azt gondolja, hogy ez nem egy nagy cselekedet, tessék neki látni itt az Atlanti-óceán, tessenek kimenni a partra, és holnaptól kis kanállal, kávés kanállal elkezdeni meríteni az Atlanti-óceán vizét. Vissza fogok jönni pár év múlva, megnézem, hol tartanak. Lehet, hogy nem ártana egyébként a jégolvadás miatt ugye merítgetni ezt a kis vizecskét, hát ha azzal kevesebb lesz. Tenger fenekéről igaz gyöngyöt hoznék, és az igaz gyöngyből gyöngykoszorút fonnék. Ilyen cselekedetekre sarkal a szerelem, ha a régi szerető irányába van meg. És ki az a régi szerető? Gyönyörű a magyar nyelv. Csak ezt az R hangzót kell levágni, és ott a magyarázat. Égi szerető. Ott fönt. Mert ő iránta tápláljuk az ős szerelmet. És minden földi szerelem csak pótléka és másolata ennek az égi szerelemnek. Ez az ősvallásnak mondjuk a nulladik tanítás. És akkor most már belemerítkezünk az ősvallásba, mert anélkül nem fogjuk megérteni a magyar népdalkincsnek. Fájdalom, de nem fogjuk megérteni a magyar népdalkincs, vagy a néptánckincsnek az üzenetét. Nagyon gyors, megírem, nagyon gyorsan foglalom össze, és nem ereztem tényleg bőlére, csak annyira, hogy érthető legyen a dolog. Pontokba szedtem ezért, hogy önmagamat is ráncba, vagyis rendbe szedjem. De mielőtt ez megtörténne, föl kell tennem a kérdést, mert lehet, hogy ezt az egészet átugorhatjuk, mint az a bizonyos ló, amelyik már ott van a hátam mögött, és jelez bizonyos dolgokat, de még nem mondom meg mit. Tehát a kérdés így hangzik, mennyire ismerős az önök számára az ősvallásnak a tartalma? Nem kapok választ. Akkor megismétlem a kérdést. Mennyire ismerős az önök számára a magyar ősvallásnak, vagy egyszerűen az ősvallásnak a tartalma?
ismeretlen. Tessék parancsolni? Jó válasz különben. Jó válasz. Különben azt kell mondjam. Nagyon jó válasz. Akkor igényeljük, ha már így bennünk él. Egy kérdést azonban azonnal tisztázni kell. Ősvallás nem egyenlő a pogánysággal. Az ősvallásunk nem azonos a pogánysággal. 1976-ban László Gyula magyar régész és történész írt egy kitűnő tanulmányt, amely az Új Írás című folyóiratban jelent meg. És ebben a következő mondat olvasható. Az a szó, hogy pogány, a magyar ősvallással kapcsolatban értelmetlen és üres fogalom. Pont. Mit tanítanak a mai napig a magyarok bejövetelével kapcsolatban? Hogy pogány magyarok. Itt valami nagyon fontos kérdés van, amit valamiért nem lehet megvallani. Mert ha kiderül, húha, lesz itt botrány. Nem ilyen egyszerű a kérdés. Nem ilyen egyszerű a kérdés, tudnélik, a pogány szónak a biblikus szóhasználatban sincs igazán értelme, ha megnézzük az etimológiáját. Ott többes számban fordul elő, pagus paganus alakban, ami semmi más nem jelent, mint azt, hogy falusi. Nem vallási fogalom, tetszenek érteni? Még egyszer mondom, a pogány szó nem vallási fogalom. Itt vezetik félre a világot. Nem vallási fogalom. Ez az első megvezetésünk az őstörténetben, hogy mi pogányok lennénk. És rá lehet kérdezni, hogy mik vagyunk. Ez fog kiderülni egyébként a néptánc elemzése kapcsán is. És nagyon kellemetlen a válasz ma még. Ugyanis mi keresztények vagyunk, amikor bejövünk a Kárpát hazába magyarként. Ez nem az első bejövetelünk, az Árpáddal történő bejövete. És ezt ráadásul egyházi forrásból tudjuk. Gellért püspök, amikor jelentést küld haza Rómába. Ő egyébként velencei volt, Velencéből egy úgynevezett véletlen folytán kerül Magyarországra, tetszenek tudni, Dalmáciában, de nem erről kellene most beszéljek. És akkor eljut Magyarországra. És ír egy jelentést haza Rómába. És szó szerint a következőt mondja. A magyarok vallása, nem a nagyegyházi kereszténységre gondol, ezt még ekkor nem teljesen vettük föl. A magyarok vallása, amit itt talál, engem a manikheus kereszténységre emlékeztet. Nem én mondtam, Gellért. Mit mondott? Manikheus kereszténység. Milyen vallás tehát akkor? Kereszténység. Ez lenne az úgynevezett pogányság. Nem pogányság. Egyébként László Gyula úgy folytatja ezt az ominózus tanulmányát, hogy a magyar nyelvvel, a honfoglaláskori magyar szókincsel a teljes Bibliát le lehetett volna fordítani. Na, ilyen pogány vallásunk van nekünk, tetszenek érteni? Na, erről az ősvallásról fogunk beszélni. Ennek van egyébként egy másik neve. Amikor Első Endre, tetszenek tudni, úgynevezett pogány lázadások vannak az országban. Első Béla az ura, tetszenek tudni. Hívják vissza Béla királyt, mert itt nagy baj van, orzeoló, itt mindent elkövet a magyar nép ellen, amit lehet, és akkor nagy baj van, és kitör egy nagy lázadás. Ugye az első nagy lázadás 1046-ban, ez a Vataféle, és aztán 1064-ben a Vatafia János. És nagyon szépen leírják annak a vallásnak a nevét, amely megpróbál visszajönni szemben a nagyegyházi kereszténységgel. Ennek van egy gyönyörű neve. Ezt magából a Corpus Jurisból ismerjük, mert ezen a néven tiltják be. Ez egy latin megnevezés, mert ekkor ugye a törvényes nyelv, a hivatalos nyelv, az uralkodó nyelv a latin. És így hangzik. Scitico gentili et etnico ritu. Ami magyarul annyit tesz, hogy szkíta népi nemzeti szertartás rend. Ez a pogány vallás. És ezt a szkíta népi nemzeti szertartás rendet, ha kiemeljük belőle a szkítát, ezt maga a vallástörténet is ismeri. És úgy nevezi, hogy szkíta kereszténység. És van még egy neve, fénykereszténység. Vagy van még egy neve, ez kevésbé használatos, ez inkább a kutatásban használatos, kozmikus kereszténység. Egy olyan keresztényi tanításról van szó, amely nem kizárólag Jézus Krisztus földi életére fókuszálja a tanításrendszert, hanem az egész teremtett világ működés rendjére fókuszálja a tanítását, és benne Jézus Krisztusnak a szerepéről beszél. És ez szorosan a fényhez, a fény üttörténetéhez kötött, ami egyébként ne lepődjünk meg három és még egy
ciklusban bontakozik ki. Vagyis a megváltás története három és még egy ciklusú. Három a magyar igazság, egy a ráadás. Mert ezt semmilyen más nemzet nem mondja így, csak mi. És akkor az igaz gyöngy, amit a tengerfenekéről kell. Szóval az ember már úgy kezd összeállni a kép, hogy mit jelölhet. Hát azért hívják igaz gyöngynek, mert az igazság jelképe és a fénynek a jelképe ragyogó fehér fénye van. És ha ezt kell visszahozni, ez nem az üdvös, az üdtörténetnek a ciklusát jelöli? Ahogy lehullott oda, és azután nekünk vissza kell hozni? A szerelmes népdalok tanúbizonsága szerint. De! Ősvallás. Első pont. Az ősvallás egy Isten hitű vallás volt. Csak két meggyőző adalékot szeretnék ezt hozni. Úgy, általában azért szoktak meglepődni az emberek, amikor azt mondja az előadó, mondjuk én, hogy az ősvallás egy Isten hit volt, mert mindenhol úgy tanítják, hogy a vallásnak van egy története. És ez a vallás történet a legcsúcsán éri el az egyisten hitet. Először van egy animizmus nevű vallás alakulat, amikor még nincs egyisten hit, ugye tetszenek tudni, csak szellemeket tisztelnek a természetben. Aztán van a totemizmus, amikor állatősökben tisztelik bizonyos törzseknek az erejét. Aztán van a politeizmus, szokták mondani, a sokisten hit, erre a görögöket szokták példának hozni, ez egy teljesen elhibázott példa egyébként, mert a görög teremtés történetben egyetlen egy forrásból indul ki a teremtés. És ha egyetlen egy forrásból indul ki a teremtés, az bizony akár tetszik, akár nem egyisten hit. És utána jön a monoteizmus. De ez nem igaz. Nem igaz. Egy Wilhelm Schmidt nevű, nem magyar kutató, már 1920-as években leírta egy nagyszerű könyvében, de a The Make of Religion című könyvben, hogy minél inkább visszahaladunk az időben, annál inkább egyisten hitű vallásokat találunk. És éppen ezért a legősibb vallás alakulat az egyértelműen egyisten hitű, idegen szóval monoteista vallás volt. De ha ez nem győzte volna meg önöket, akkor Theophylactos Simocatta, bizánci krónikás és író, a magyarokkal kapcsolatban leírja a következő gondolatot. A turkok, mert ugye minket a bizánci forrásokban türk-turk formában neveznek meg, a turkok tisztelik a, és akkor most mondom, a föld, a víz, a tűz és a levegő szellemét, de teremtő Istennek ők is egyetlen Istent tartanak. Pont. Ezt Árpád és magyarjairól írja, az ő vallásukról. Akkor ez monoteizmus? Monoteizmus. Túl vagyunk az első ponton. Na most, ez a ősvallásunk tanítása szerint a teremtésben ő az egyetlen teremtő, amikor megnyilvánítja önmagát, akkor már mindig két arculatát fogjuk látni. Tehát amikor megnyílik, amikor megnyilvánul, már látunk egy Isten atyát, és látunk egy Isten anyát. Hol voltak ők a megnyilvánulás előtt? Benne a teremtő egyben. Akkor a teremtő egy most férfi volt, vagy nő? Tyúk volt előbb, vagy a tojás? Na, erre szokták mondani a kakas. Ha-ha-ha. Ez egy alkimista válasz, mert tudjuk, az alkimiában a bölcsek kövének kikeltéséhez egy olyan tojásra van szükség, amelyet 9 évig egy kakas őriz. De ez most lényegtelen. Akkor Isten férfi vagy nő? Ősvallásunk tanúsága szerint egyik se, mert a kettő fölött áll az egyben. A görögök ezt úgy hívták androgyn, nem fölötti állapot. És pontosan tudja a magyar ősvallás is, hogy a gyermek ilyen nem fölötti állapotban van. A kicsin gyermek férfi tudatú vagy nő tudatú? Rossz kérdés. Nem fölötti állapotban van. És az ember életben van még egy olyan szakasz, amikor az ember visszatér ebbe a nem fölötti állapotba, mert az élet is körtermészetrajzú. És ugyanoda tér vissza, ahol kezdődött, csak magasabb szinten. Ez pedig, amikor már nagyon idős. A nagyon idős embernek van nemi tudata? Hát abban az értelemben, ahogy most én beszélek róla, már nincsen. Egyébként meg nem is működik a nemisége. Így van? Tehát még el is veszíti ráadásul. Na, itt a kezdet, és itt a vég. Mind a kettő nem fölötti állapotot tételez. De amikor megnyilvánul, két arcú. Nevezzük meg ezeket a kétarcúságokat, a megfelelések vonulatát. Lesz egy férfi és egy nő. Lesz egy teremtő
és lesz egy megtartó. Lesz egy kiáradó erő, és lesz egy befogadó erő. Lesz ennek megfelelően egy nappal, és lesz egy éjszaka. Lesz egy nyár, és lesz egy tél. Lesz egy fent, és lesz egy lent. Lesz egy kint, és lesz egy bent. És nekem lesz egy jobb oldalom, ami a teremtői oldal, a férfias oldal, és nekem lesz egy bal oldalom, akár férfi vagyok, akár nő, ami a befogadói vagy, és a női oldal. Na ebből már azért tudunk valamit. Például azt, hogy miért itt volt a helye az asszonynak a férfi mellett, amikor ment az utcán. Miért? Mert ez a nő helye, könyörgöm kozmikusan. Mert ez nekem a női oldalom. Egyébként ez nem dehonestáló, tetszenek tudni, kedves hölgyek, mert a férfi a szíve oldalán vezeti a nőt az utcán. Ja, hát ez szerelem kell, igen. Egyébként rögtön elárulja magát a dolog, mert aki itt vezeti a kedves feleségét, az azt jelenti, pontosan árulkodik, akár akarja, akár nem, ezek tudattalan dolgok, hogy nem szereti a feleségét. Akár hiszik, akár nem, ezek működnek önkéntelenül, itt a tudattalan. Hol mutassam? Ott bent a tudattalanban. Egyébként nem testhez kötött a tudattalan. Van önálló létezése, az egy erő, amit uralni kell ráadásul. Na most, ha én itt mutatok be gesztust, ez teremtő gesztus. Ha itt mutatok be gesztust, ez befogadó gesztus. Ilyen egyszerű. Ha erre csinálom a lépéseket, az teremtő. Ha erre csinálom, az lecsendesítő. Ha erre forgok, teremtő forgás. Ha erre forgok, ez lecsendesítő forgás. És ezt a gyerekek önkéntelenül csinálják. Nagyon sok mostanában az olyan gyerek, aki túlpörög. Hiperaktívnak hívják őket az orvostudományban. Tetszenek tudni, hogy jellegzetes módon mindig hogy forognak? Erre. Négyet, ötöt forognak, és úgy megnyugszanak, leülnek a székre, és a következő túlpörgésig úgy rendben vannak. Még véletlenül se erre pörögnek. Ezeknek mind döntő jelentősége van. Miért nem akarjuk olvasni? Mert onnantól kezdve nem lehet akárhogy táncolni. Mert onnantól kezdve a tánc mágia. És megidéz. Minden pillanatban erőket idéz közénk. És nagyon nem mindegy, hogy milyen erőket idézünk közénk. Ugye érthető? És azt mikor? Tudni kell, hogy mikor ez az idő. És tudni kell, hogy hogyan ez a mágia. És ez régen tudott volt. Mert ez a tánc a legényeké, nem a házas embereké. És nagypénteken meg nem táncolunk. Mert tilos. Mert a világ halottja van a földben. Azért nem. Aki ezt nem érti, az a viszont nem lehet mit kezdeni. De aki ezt nem érti, az nem a hagyomány folytonosságában él. És aki ezt nem érti, az jobb, ha inkább nem táncol. Harmadik pont. Nem csak kettősség van, hanem hármasság is van. A világ ugyanis, ha én a szerkezetét vizsgálom, és nem a működését, egy példát azért hagyj mutassa. Mindig, amikor ez a dualitás idegen szóval, ez a kétarcúsága a világnak megjelenik, akkor mindig idegen példával szoktak példálozni a rajzban. És akkor jönnek és azt mondják, tetszenek tudni, meg akarom világítani egyszerűen ezt a dolgot. Ismeri mindenki ezt az ábrát? És akkor hát járok ide, meg oda, meg amoda. Mert a magyar hagyományban ez nincs benne. Miért kell nekünk a kínai? Miért kell nekünk így beszélni, hogy yin-yang? Amikor magyarul is beszélhetünk. Egyébként ez nem csak yin-yang. A kör az a paradicsomkert. És ott van benne a kígyó. Tetszenek látni? És ott van benne a kígyó körül a jó és a rossz tudás fája. És hol van ez a magyar hagyományban? A legfontosabb helyen. Na itt derül ki, hogy nem mindegy, hogy mi kínai hagyományvonulaton száguldozunk-e, vagy a magyar hagyományvonulaton lépünk, de nagyon határozottan. A tányéron. A tányér keretén. Nem pillanatfelvételként, ugyanis ebben nem látom a működést. Tetszenek tudni, hogy a kínai lássa a működést, azt csinálja, papírból kivágja, oda rak egy valamit, egy rögzítést, és így megforgatja. Na az az igazi, mert akkor működik. Most nem működik. Ez csak mutatja, hogy majd, ha működni fog, hogyan fog működni. És ha én ezt működés közben le akarom rajzolni, mit rajzolok? Hát tetszenek látni, itt a lényeg. Ezt. Hol fordul elő? Mondtam már. Mázas tányérnak a peremén. Miért a peremén?
Mert a kör a világ. Mi a pereme? Az a világ pereme. Hol jelenik meg? Tehát a világ peremén az alapműködésrendnek a képe. Miért tányér? Mert a tányéron történik a legfontosabb dolog a világon. Úgy hívják, hogy étel és italáldozat. Mert az ősvallás tanításrendszerében minden ételt és minden italt a Teremtő Isten ad át, nyújt át az embernek. És amikor az ember ezt tovább nyújtja, milyen eszközzel teszi? A saját tányérjával. Ezt hívják tenyérnek. Ugyanis a tányér szó és a tenyér szó az ugyanaz. Csak magánhangzókban különbözik. De aki ismeri a magyar nyelv működését, tudja, a magánhangzóknak csak jelentés módosító szerepe van. A mással hangzó gerinc adja a szó gerincét. Tenyér, tányér. És ezzel adom vissza ezt a szeretetet a Teremtő Istennek. Hogyan? Úgy, hogy amit a tányérról megettem, azt utána fölemelem az égbe. Hogyan? Aki nékem ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen. Mert a régiek előtte is és utána is imádkoztak. És senki ebben a Kárpát hazában nem ült le úgy enni és inni, hogy ne imádkozott volna előtte és ne imádkozott volna utána. Ugyanis azzá válsz, amit megeszel. Igen, ám, de ha benned az isteni működik, mert imádkoztál, akkor teljesen mindegy, hogy mit eszel meg, bármilyen mérget át tudsz lényegíteni, mert benned az isteni működik. De ha csak az emberi Isten nélkül, na akkor jönnek a meghatározások és a tiltások. Ne együk ezt, ne együk azt, ne együk amaszt, mert az méreg. Lehet az is, tőlünk függ, hogy csak emberként zabálok, vagy a bennem lakó istenként eszek. De akkor áldozat. Na ez az étel és ital áldozat. És már is megyünk tovább, mert látom, ezek ismert dolgok, kár volt belemenni. A világnak három rétege van. Tehát amikor én nem a működését vizsgálom, le is törlöm ezt a ábrát, hogy ne legyen zavaró. Ajajajajaj. Itt minden tollal probléma van. Ezt is megpróbáljuk. Akkor ez lesz a táblatörlőnk addig, amíg belőle a szer, tetszenek érteni, a szer, ki nem párolok. Tehát ha én a világot szerkezetében vizsgálom, akkor három réteget fogok külön neműnek megtapasztalni. Ezek nem különállóak, külön neműek. Tehát egybe tartoznak, külön neműek. Van mindig egy felső rétege a világnak. Ő van legközelebb Istenhez. Az éppen még formát öltött, de még nem elanyagiasodott világ. Ennek megfelelően itt minden szellemi természetű. Az emberben is van egy olyan szférája a testnek. Miért? Mert az ember Isten képmására teremtetett. Ezt jelenti. Tehát magán hordozza az egész világnak a képét. Van egy olyan rétege, szférája, ahol a szellemi dolgok dominálnak. Melyik ez? Ő. Jó esetben. Jó esetben. Na most, ha ezek a szellemi dolgok fényesek, akkor nevezzük őket isteninek. Ha pedig fénytelenek, vagyis sötétek, le vannak a sötétbe nyomva, akkor hívjuk őket ösztöninek. Isten és ösztön ugyanaz a szó. A különbség a fény. A fényerőben van különbség. Amíg ösztön, sötét. Amikor fölhoztam a tudatba, tudatosítottam magamba, hogy az egy erő, ami nekem egy készségem lehet, ha jól használom. Na akkor isteni. Az orca különösen isteni. Ezért a gyerek először orcát rajzol, de nem ám akár, hogy leegyszerűsítve is a napnak. Miért? Mert pontosan tudja, hogy isteni, vagyis fénytermészetű, neki is, meg a napnak is orcája van. Ez Isten legmagasabb szintű működése, a személy. Amikor Isten megnyilvánul a legmagasabb szinten az emberben, akkor személyé válik, és megszólítja őt. Édes fiam, én benned gyönyörködnék, ha te engem szerelemmel szeretnél. De mivel elfordultál tőlem, ezt most én találom ki ezt a monológot, ezért most is gyönyörködnék benned, csak fordulj már felém. És akkor tetszenek tudni, na ekkor írta József Attila azt, hogy megkerültem, érted az egész világot, és nem vettem észre, hogy végig itt álltam mögöttem. Mert ez csak ennyit kell tenni. Most tetszenek látni, mennyit kell tenni? Mutatom. Ez tánc volt? Ennyit el lehet mondani tánccal. Ennyit el lehet mondani. Egyetlen egy lépés. Ez egy lépés, nem egy tánc folyamat. Egyetlen egy lépés. Csak hát igen, tudni kéne, hogy mit üzen a tánc.
Na most lehet szellemben teremteni, ezt teszem én most. Aztán meglátjuk, hogy lesz eredménye. Ez a szóval teremtés. Van egy olyan rétege az embernek, ahol a lelki dolgok dominálnak. Ez a középső világ. Azért középső világ, mert itt tölt minden végső formát, éppen ezért itt a tettek számítanak. Ha úgy tetszik, az akarat számít. Az akarat pedig mindig a kar mentén képződik, ezért hívják a kart karnak. Mert a kar akar. Ezért hívják egyébként, majd fogjuk látni, a kar ikázót kar ikázónak. Mert ott a kara dönt, amivel összefogódzunk. Tehát ez nem véletlen. Nem az így a kar ikázónak, meg kariózik a nagy büdös francot. A kar miatt hívják karikázónak. Csak így egyszerű mondani. Karéózás, persze, de a karéózás szóban is az van. A kara döntő a kör képzésében. Ha nekem nincs karom, nem tudok kört képezni. Hiába állok körbe, az nem kör. Az elszigetelt pontok halmaza. Az a tömegtársadalom. A fogyasztói társadalom. Az individualista társadalom. És abból a büdös életben nem lesz karikázó, mert a karikázó lényeg éppen az, hogy belépek úgy, hogy megszűnik az egyéniségem. És kap valami magasabb szintet. Egy olyan közösségi létszintet, amit ott és akkor valamiért így kell megidézni. Kar nélkül nem fogom érteni. Itt pedig az a döntő erő, amely működteti a kart. Meg kell nézni, honnan nő ki a két kar. Nem a törzsből tetszenek tudni. Mert a karnak van errefele is meghosszabbítása. Érdekes módon ezt a magyarban úgy hívják, hogy kard. Vagy befele meghosszabbítása is. Hosszabbítom a karomat, és egyszer csak ideérek. Ez mi? Mindenkinek itt dobog, ez a szíve. És akkor lehet tudni, ezen a szinten, egész idáig, a szeretet a meghatározó teremtő. Itt csak szeretettel lehet teremteni, és tettekkel. Tettekkel csak akkor lehet isteni teremteni, ha a szeretetből sarjadzik. Mi? Kardiológia. Köszönöm. Nem a férfinek járt a puszi küldés, hanem a gondolatnak. Félre ne értsük, mert aztán elterjed rajta, hogy szerves műveltség. Milyen szerves műveltség ez, kérem szépen? Na, igen. Igen. Szóval, és van egy olyan terület, ez a középső világ, megbeszéltük, és van egy olyan terület, ami az alsó világnak felel meg. Ezzel nagyon kell vigyázni. Itt van a testetöltés. Itt vannak azok az erők, amelyek közvetlenül húzzák a világot az anyagi szint felé, az elsötétülés felé, a végső formaalkotás felé. Ezt hívják tehát alsó világnak, vagy a mi esetünkben, mivel testünkben hordozzuk, működésrendjükben, ezt hívják testiségnek. Lehet testileg teremteni? Hát hogy ne lehetne? Ez a szerelemnek a gyümölcse. Csak vigyázni kell, a szerelem gyümölcse sohasem ösztönből születik, hanem szabad, tudatos elhatározásból. Hogy én vállalok egy lelket, én általam ez a lélek lejöhet a földre, és köztünk élhet. Azért, hogy azt a szerelmet, amit tőlem kapott a szerelemben, az első szeretőmmel, tovább tudja vinni nemzedékről nemzedékre. Ez a legnemesebb feladat. Milyen? Nemes. Nem es. Nem azért nem es, mert nem es, hanem azért nem es, mert nemes. Két nem kell hozzá, aki összekapcsolódik. És akkor lehet nemesedni, vagy lehet nemtelenedni. Ha már nem a nemességem megélése az elsőrendű feladat, hanem az ösztönök megélése. Minden ott van a magyar nyelvben, és minden ott van a magyar hagyományban. Ez az övvonal alatti tartomány. Ezért legénykorban minden legényt felövesztek. Na, kedves néptáncosok! Legénykortól kezdve a viseletnek elengedhetetlen tartozik az öv. Aki nem visel övet, annak a viselete nem hiteles. A kicsin gyermek az nem hord övet, mert a bőgatyához nem kell. De a nadrághoz már kell. Éppen ezért olyat ne lássunk színpadon, hogy öv nélkül táncolnak a legények, mert ez borzasztó hitelrontás. A magyar hagyománya a szemben. Attól lett legény, hogy felövezték. Tudni kell, hogy mi az öv. A legfontosabb tartozéka, mi ez itt?
most már végképp rosszat fognak gondolni rólam, ide jön, csókot küld férfiaknak, és egész idő alatt este a saját gatyáját mutogatja meg az övét. Nem fogom levenni. Ez az öv, és ez pedig a csat. Na most a csat attól csat, hogy ez a csatlakozás helye. Csak tudni kell, hogy hova csatlakozunk. Azért kerül a köldökhöz, tetszik tudni, azért kerül a köldökhöz, mert legénykorom előtt nekem a legközvetlenebb kapcsolatom az édesanyámmal van. És az édesanyámhoz hogyan kapcsolódtam? A köldök zsinóron keresztül. Ő küldött, ez a küldetésem addig. És ide kerül a csat, a csatlakozás helyét jelöli ki. És ez az öv mit jelképez? Magát a köldök zsinort. És amikor a legényt felövezik, jön a nagy váltás. Ez még mindig csat, mindig ide kerül a küldetésemhez. Küldök, köldök. De már nem az édesanyámhoz kell kapcsolni. Kamaszkor ugyanis miről szól legénykor? Elválok az édesanyámtól. Elválok az édesapámtól. És saját lábamra állok. És jön az első szerető. Mert ez mind az a korszak. Igen ám, de az első szeretőn keresztül kit kell látni? A régi szeretőt. És hogy ne legyen nagy a megpróbáltatás, a régi szeretőnek először az édesanyai oldalát kell látni. Ez az Isten anya. Az Isten anyához kell csatlakozni, immáron nem a köldök zsinóra, hanem milyen övvel? Az ég övvel. Van az égen ugyanis egy övezet. Egy öv. Ez választja szét az északi égboltot, a felső világot, a déli égbolttól, az alsó világtól. Aki ezt nem hinni, elnézze meg a sámán doboknak mondjuk a jelképrendszerét. Vagy a táltos doboknak a jelképrendszerét. Vagy a magyar népviseletnek a jelképrendszerét. Miért változik meg radikálisan a magyar népviselet ornamentikája, úgy, hogy mégse változik meg, de mégis megváltozik radikálisan. Övvonal alatt és övvonal fölött. Meg kell nézni, mit visel a möllényen, mármint a mellényen, úgy értem. Mit visel, ha hímezve van az ing ott, és meg kell nézni, mit visel a nadrágon férfi, és mit visel a szoknyán a nő. Mást. És ennek ez az értelme. Itt valami egészen más világ van, mint itt. Itt a testiség van, itt a lelkiség van, és a szellemiség van itt. Ide például akármit nem is lehet tenni. Mit lehet tenni? Tengerfenekéről igaz gyöngyöt hoznék, és az igaz gyöngyből gyöngykosszorút fonni. Ott volt minden leánynak a homlokán a gyöngykoszorú? Ott volt, vagy nem volt? Ott volt. Honfoglaláskori sírokból előástak olyan, de olyan szép gyöngykoszorúkat lánysírokból, hogy csak na. Tehát ez ősi dolog. És lehet tudni, hogy mit jelent. Mindjárt oda kanyarodunk, hogy mit jelent. Na most, megvan a három világ, megvan a három üzenet. Ha én itt mutatok gesztust, a néptáncban, ez azt jelenti, még csak szellemi szinten fogalmazom meg a dolgot. Vagyis a táncban még én csak a szellemi szinten adtam kezdeményt annak a valaminek, aminek éppen az alapjelét fogalmazom. Ha itten fogalmazok, nyakvonal és övvonal között, akkor már elért a lelkiség szintjére. Már nem csak gondolat, hanem akarat is. Hogyan kezdődik a páros tánc? Mi az első mozdulat az embernek, ha istenit akar? Hát nem ez. És ez mind nézzék meg. Ez kör. Mivel? Karral. Nem veszük észre, hogy ez a karikázó továbbélése, csak már ketten táncolják, egy férfi és egy nő. És nem körzünk itt is, csak már másképp. Mert már más a dolgunk, és más teremtünk. És ezért van így fölépítve, hogy először a karikázó, utána a férfi szóló tánc, és utána a páros tánc. Nem véletlenül. Nem azért, hogy így volt kedvük. Vagy mert... Jön a süket duma, mert történetileg így alakult. Ha nem tudunk valamiről valamit mondani, akkor elkezdünk így, mert történetileg így alakult. És ha itt mutatjuk, van erre is példa, akkor kendőzetlenül a testiség mutatkozik meg. Egyetlen egy példát hagy hozzak, még így András nap előtt, nincs még advent tudnilik, tehát nem szemérmetlenség ezt megmutatni. Kanásztánc, mondjuk somogyi kanásztánc, dél-dunántúli kanásztánc. Tudva lévő, hogy a pásztoroknak volt egy hierarchiája a magyar népi műveltségben. Legfelül, majd mindjárt őróla is fogunk azért beszélni, nem felesleges a vetítés. Bár Toronto, nem is Toronto, Calgaryban megcsináltam azt, hogy még ez se volt bevetítve. Illetve be volt vetítve, csak nem beszéltem róla járva szót, se az első előadáson, csak a másodikon került terítékre. Azt kérte a főszerező, hogy vegyem le a kabátot. Bocsánat.
Egyébként melegen van, úgyhogy köszönöm szépen. Na, hol tartottam? A pásztor hierarchiának a csúcsán volt a csikós. Nem véletlenül, mert a mi ősvallásunkban ő a legmagasabb rendű állat. Mi a ló népe vagyunk. Ezért kezdettől fogva lovas nép vagyunk. Ezért kezdettől fogva erre oda kell figyelni, lovas műveltséget éltetünk tovább. Mivel a lóhoz adatott egy eszköz is, ezért úgy is számon tartanak minket, mint nyilas nép. Ez nem politikai fogalom, mint nyilas nép, vagy a nyilazó népek. Nyilazó népeknek a folytonossága. A skita egyébként görögül pontosan ezt jelenti. Skita ugyanazt jelenti, mint a latin sagitta. Sagittarius, nyilas, sagitta, nyil. A nyilazó népeknek a nagy folyamába tartozik a magyarság is. Na most itt a lónak a jelentősége. Alatta van a gulyás, aki a tehenekkel foglalkozik. Cowboy, American cowboy, eredeti alakja, ugye ő a gulyás. Na most ő a, tehát a tehenekkel foglalkozik, a marhával foglalkozik, és alatta volt a juhász, és alatta volt a kondás. Na most, kondás vagy kanász más néven, ezt csak azért mondtam el, ő van a pásztor hierarchia legalján, alatta már csak gyerekek vannak, ők a libapásztorok. Az lehet leány is, meg lehet legény is, innen lehet tudni, tetszenek tudni, hogy a gyermek az nem fölötti állapotban van. Ezért lehetett mindegy, hogy leány terelgeti a libát, vagy legény terelgeti a libát. Amíg bőgatyája van és picin gyermek 7 éves kor alatt, kapott egy kis vesszőt a kezébe, kiment a mezőre és a libákat terelgette. De ő szorosan nem tartozott a pásztor hierarchiához. Az első jelentős állomás az a kanász. A kanásznak ugyanis a világban nagyon fontos tulajdonságokat kell őriznie és rajta uralkodnia, a legfontosabb, de ez legalul van. Tetszenek tudni mi? A mindannyiunkban élő disznóságok. Ez a kanász feladat, nem viccelek. Miért van az, hogy amikor elérkezik advent és készülődni kell az áldott megváltó születésére, akkor ebben az időszakban tartják az összes disznótort? Azért, hogy tiszta szívvel tudjuk Jézus Krisztusunkat fogadni, amikor megszületik. És ahhoz, hogy tiszta szívek legyünk, ahhoz bennünk az összes disznóságot addig meg kell ölni. Mert ami kint, ugyanaz, mint ami bent. És ami fent, ugyanaz, mint ami lent. Miként a mennyben, úgy a földön is. Ha ezt az alapszabályt nem tartjuk be, akkor te hova mész? Ha ezt az alapszabályt nem tartjuk be, akkor semmit nem tartunk be. Mert ez a ultima ratio, a végső érve a világ működésébe. Ha másé nem, azért tegyed, mert fönt ez van. És neked is ezt kell tenni lent, mert a világ egy. Egyetlen. Na most mutatok egy kanásztánc példát. Annyit még tudni kell, hogy disznóságokról van szó, tetszenek érteni. Tehát vissza kell metszeni magunkban a disznókodást. Erre felügyel a kanász. Na most. Pásztorember azért a régiségben elég ritkán látott asszonyt. Következésképp, benne azért a disznóság jócskán ágaskodott. Szinte minden nap. Ha román pásztor lett volna, el is ment volna a kecskével. De mivel magyar pásztor, nem megy el a kecskével. Mert nálunk nem volt szokás. Fogja a botot. A kanász. Sok néptáncos ül itt, cáfoljon meg, ha nem így van. Azért mennyi arra, fiam, mert itt most tánc következik. Még ha csak néhány mozdulatban is. Fogja a botot a kanász. Ugye? Megismerni a kanász tékes járásáról. Megy a dallam. Ide a botot. Na most, hogy? Tetszenek tudni, így tartja fölfele, és így megfogja marokra. Azért ez elég egyértelmű. Testvonal, ugye? Ő vonal alatt vagyunk, testiség. Lerak oda egy üveget. Benne borocska van. Az üveg egyértelműen a női nemiségnek a jelképe, mert üreges szerkezetű. És bor, vagyis vér van benne. Tetszenek érteni? És elkezdi ezt csinálni, ha még mindig nem hinnénk el, elkezdi ezt csinálni. Rittititi, rittititi, rittititi. Kész pornófilm. És nem akarják, nem akarják. Termékenység, varázslás. És a, hogy szokták mondani, szexuális ösztönök szimbolikus kiélése. A
magyar néptáncnak a titkos nyelv, fiam, ne bohockodjál, licces, hogy fel a székre. Ez még nem volt, hogy megzavarod az előadást. Nagy baj lesz. Na most ez egy példa arra, hogy a testiség szintjén fogalmazunk meg alapvető üzeneteket. No, ezt is tudjuk most már. Hogy lesz ebből 4? Egyébként ezért 3 a tánc, csak csendben jegyzem meg. A páros tánc mindig 3 részből áll. Lassú, közepes, gyors. Tudjuk, hogy teremtés van. Na most meg kell teremteni szellemileg, lelkileg és testileg. Hol lesz a leggyorsabb? Testi szinten. Ott vannak a legnagyobb erők. Hol lesz a leglassabb? Szellemi szinten. De a legszebb líra hol bomlik ki? A közepesen. Hát aki mezőségi csárdásokat táncolt, vagy tudja, a közepesen gyors szakaszban van a legszebb romantika, a legszebb szerelem, a legszebb évődés. Ott a líra, miért? Meg középső világ, ez a szívvilága. Hát ott tudom, a középső szinten tudom megvallani a szerelmemet a másiknak igazán. Ahogy vezetgetem, tetszenek tudni. Mert a lassúban van vezetés, például a mezőségen. Egy nagy fészkes fenét, ez van, ugye? Így lépegetünk. Így van, vagy nem így van? Háta, ez a folklorista szavajárása, háta, de hasa van. Hasa van, nem háta, és én most általánosságokról beszélek, nem pedig faluról falura különböző formákról. Mert éppen az, amiben különbözik, az a nem általános, ugyebár. Na, tehát így lépegetnek. Vagy lassan forognak. Na jó, egyezzünk meg. Lassan forognak. De ez a vezetgetés, ez nincsen, ez a gyönyörű szerelmi líra. Mert ott mondja el a maga szerelmét a legény a lánynak, és a leány vallja meg a viszont szerelmét a legény. Ja. 4. Helyett 5. Helyett 5. Mert ugyanis a hármasságból 5 elem lesz. 5 már megbeszéltük. Na most ővelük, az 5 elemmel, csak ennyit hagy mondjak el, az ujjaim mentén találkozom. Ezért van 5 ujjam. Én az elemekkel mindig a kezemmel, a kezem által találkozom. És a tetteim mentén. És hogy le tudjam számolni, kaptam 5 ujjat a Jóistentől. Nevezzük meg sorba. Ő a teremtetlen. Ő mindig volt, mindig van, és mindig lesz. Ebben hasonlít Leninre. Tehát, ismerik ezt a mondást, Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. Ő a hüvelyk matyja a népmeségben. Az élet. Ezért még római időkben is tudta a Cézár, hogy amikor nem kell megkegyelmezni a harcosnak, akkor így kell mutatni. És ma is tudja még a nagyvárosi gyerek, hogy amikor minden oké, ezt kell mutatni. Ő a második új, mutatóújnak hívják. Innen lehet tudni, hogy mire való. Megvádolni a másikat. Vagy rámutatni egy formára. Innen lehet tudni, ez a földelem. Ő van középen. Ő a vízelem. Ugye világos? Ő, ezért kerül ide a jeggyűrű. Mert hogy a szerelemhez, meg a párhoz mi kell? Tűz. Hát aki nem tüzes, az nem szerelmes. A szerelem első jele az ember, hogy kipirosodik az arca. És akkor olyan, nem kell ennie napokig. Megy haza, édesanyja, mondja, hogy fiam, megy, nem kell, hogy te már harmadnapja nem lesz. És a föld fölött jár egy lépéssel. Olyan, mint a legényes tánc. Tetszett, hogy a legényes tánc olyan, hogy a legény a föld fölött jár egy lépéssel. Nem a földön van. Aki látta a legényest, már újkorban utazó, leírta. Vagy Berzsenyi Dániel, ő is látta már a legényest, és leírta, milyen a magyar tánc. Úszik a legény a levegőben, alig éri a lába a földet. Fönt tölti a levegőben, ilyen furcsa lebegés állapotában az egész táncot. Ezt keleten levitációnak hívják egyébként. Ezt tudja a legényes. Most ez a tűz, tetszenek tudni? Azért kerül ide ez a gyűrű. És itt van a legfürgébb. Innen lehet tudni, hogy ő a levegő. Ő tud a legfürgébben mozog. És akkor kiderült az is, hogy Jézus miért itt tartja az ujját a bizánci ikonokon. Hát azért, ez a tűz, ez pedig az élet, vagyis a lélek. És akkor valaki azt mondta, én vízzel keresztellek meg benneteket, de aki utánam jön, és majd innen fogjátok többek között fölismerni, ezt már nem mondta, hogy így fog mutogatni, tűzzel és szent lélekkel fog benneteket megkeresztelni. Mert hogy ez a két ujjánkó keresztezi egymást, vagy nem? Ráadásul a magyar szent koronán tart a két Jézus Mária. Erről kell beszéljek? Tart egy kis igaz gyöngyöt az ujjai között, tetszenek érteni?
Hogy tudok meg, olvassuk le, hogy tudok meg újulni tűzzel és szent lélekkel? Mit kell ahhoz csinálni? Kereszteződni kell, és mi van ott? Az igazság és az élet. Leolvastuk. A Magyar Szent Koronára, így tartja a gyöngyöt. És ez vajon melyik gyöngy? Régi szeretőmért mit nem cselekednék, tengerfenekéről igaz gyöngyöt hoznék, és az igaz gyöngyből gyöngykoszorút fog. Ez nem keresztényös vallás. Nem keresztényös vallás? Hát ha ez nem keresztény, akkor kérdezem én csendbe, akkor mi a keresztény? Tessék már megmondani. Mert attól önmagában nem leszek keresztény, hogy bemegyek minden vasárnap egy kőépületbe, aminek van egy tornya, van benne egy oltár, leülök a padba, véghallgatom a kötelezőt, utána minél gyorsabban elmondom, hogy már mehessek ebédelni, hogy mi atyán kiamennyi, hogy van a szentetés, meg a te befizetem a pénzt, azt jó napot. Nem ettől lesz kereszténység. Hú, hol tartunk? A magyar hagyományban van egy hatodik elem. Na de ezt hogy nem tudom leszámolni a kezemen? Hát úgy, hogy nekem ezzel nincs dolgom. De akinek dolga van vele, az le tudja számolni, mert hat újjal születik. Ő a tátos. Na most azért tátos, mert kitátja a száját, és mutatja, hogy ez melyik elem. Úgy hívják, hogy szusz. Keleten ő a szuszunná, vagy keleten ő a prána, vagy keleten ő a pneuma. Ez a léleknek az élete, mozgása, amikor egyik létformából átmegy a másikba. Ilyenkor lényeges a szusz, vagy ahogy a régiek mondták, szősz. Mi a szősz? Na, ez az. Mi a szősz? Mi a szusz? Megszületek, mit csinálok? Ezzel jelzem, hogy megszülettem, igaz? Hát ezt várják az orvosok. Kijön a gyermek, és addig nem él a gyermek, amíg nem látják ezt, hogy... És utána egy körülnéz, látja, Jézus... Nem csodálom, tehát tényleg, az ember ezt csinálja, ebben a mocsok világban. Tehát tényleg, körülnéz, Jézusom, mennék vissza, de ember. Hát de nem így van. És van egy utolsó. Mert kezdet és vég között ível Jézus Urunknak az élete és a mi életünk. Amikor meg ezt csináljuk. Ki lehelte a lelkét. Na most ezért a tátos. Ja, hát egyébként minden jóga ezzel kezdődik, hogyan kell lélegezni, nem? Na és néptánc közben hogyan kell lélegezni? Mit gondolom, most megint a néptáncosokat fogom így piszkálgatni, nem baj? Otthon is ezt csinálom. Ezért utálok, utálnak, ki nem állnak. Tudni, meg kell nézni, milyen a légzés technikája a néptáncnak. Félreértés, ne essék, nem ilyen. Ugyanis így nem lehet táncolni. Próbálja meg valaki. Tessék így táncolni mondjuk verbunkot. Hát nem bírom megcsinálni. Mert annak van egy saját légzés technikája. Csak az benne a szép, hogy ez nem tudatos. Hanem amikor elkezdem a verbunkot ívelni, akkor automatikusan beáll a légzésem abba. A légzés technikában be kell. És azért vannak olyan megfigyelők ám, akik összehasonlították, mondjuk én kértem meg, hogy körülbelül hogy táncol, hogy lélegzik egy verbunktáncos, és hogyan lélegzik egy jogád gyakorló. És tetszettek tudni, mit mondtak? Nagyjából ugyanúgy. És ha ezt megcsinálja egy táncos, nem csak, hogy nem így jön le a színpadról, hogy, amit beszéltünk, hanem nem így jön le a színpadról, hogy adjatok vizet, mert ez egy 20 perces kalota szegi legényes. Nem így jön le, hanem így jön le. Na most itt lehet látni, hogy valamit elhibázunk, rosszul táncolunk. De nem kell nekem elhinni, menjenek el Erdélybe és nézzék meg. Hogy amikor ötödjére mutatja meg, az a szegény, hogy nevezik, adatközlő. A néprajzi tudományi, nem ember, adatközlő. Kartoték adat, ugye? Az az adatközlő. Ötödszörre táncolja el a verbunkot. Nézzük már meg a felvétel után, amikor van annyi időnk, és nem a videót pakoljuk el. Hogy szuszog? Hát így semmiképp nem, hogy az nagy szégyen lenne a faluba. Az azt jelenti, hogy nincs ereje már az embernek, menjen már a fenébe, ne táncolja. Hát a tartás meg a lélegzés nem tartozik össze? Alapvetően. Dehogyis. Na jó.
És akkor még egy valamit kell tudnunk. A világ végső. Nagyon rossz hírem van, mert ez volt a fölvezetés. Többen kétségbe estek, azt mérlegelik, mikor lehetne lelépni. Tartsunk szünetet? Nem tartom, nem is akartam. A világ végső formáját, mindjárt lesz róla szó. A világ végső formáját egy olyan keretben kapja meg, mármint működésének végső arculatát. Egy olyan keretben kapja meg, ami először is kör, és nem négyzet, és nem háromszög, és nem kocka, és nem körző, és nem vonalzó. Akinek füle van, az érti és hallja. Akinek füle van, az hallja és érti. Na, ez egy kör. És ez a kör nem akármi, ez magának a fénynek az útja. Ugyanis a világot fénnyel teremtették. A világot a fény működteti, tehát a világ működésének kerete nem más, mint a fénynek az útja. És tudni kell, hogy mit csinál a fény. Mit csinál a fény? Kedves, áldott, gyönyörűséges New York-i magyarok. Mit csinál a fény? Hogy? Világos. Aki hajlandó befogadni, azt világosítja. De mit csinál? Attól függetlenül is mindig. Életben. Azt is, és még? Hogyan tart életben? De is szabadul. Úgy is, és még hogyan tart életben? Na jó, nem játszunk, mert tényleg itt fogunk éjszakázni. Példát mutat. Mire vonatkozólag? Hogy mi hogy éljünk. Na nézzük, mit csinál a fény. Először is megszületik. Nem? Nem születik meg minden áldott reggel a fény? És a régiek nem mentek ki a kapujukba megnézni, hogyan születik a fény? Székely ember mi a franc karikának építette többek között a székely kaput, hanem azért, hogy kiálljon elébe, és megnézze minden reggel a nap áldott keltjét. És ráadásul még imádkozott is hozzá, mert tudta, hogy a fény a szent. Nem a nap szent, hanem a fény szent, amivel a világot Isten teremtette. Hogyan imádkozott hozzá? Többféleképpen. Mert többféle imája volt, de minden áldott reggel imádkozott hozzá. És volt egy nap, amikor különösen imádkozott hozzá, amikor megszületik. És még egy, amikor feltámad. Amikor megszületik. Moldvába. Hogyan imádkozott hozzá? Hosszú-hosszú kántával. Fölkelékén, jó regve hajnaba, fölkelékén, jó regve hajnaba, kimosdodám minden bűnöimből, kimosdodám minden bűnöimből, kimenékén, háza nem fogom végénekelni. Hát 12 strófája van. És azt ott azt hiszük, hogy ez csak úgy szobába énekelget ott magának, és akkor nem, kiment, fölkelt, kiment, kimosdódott bűneiből, és nyitva látta a mennyország ajtaját, azon belül a mennyország, vagy kapuját, azon belül a mennyország ajtaját, azon belül egy terített asztalt. Nem énekelte volna meg, ha nem látta volna. Csak hogy nem ezzel a két szemével. Mert ha mi kimegyünk a téli napfordulón, és nézünk a csillagos égboltra, nem fogjuk látni ezt a terített asztalt. De ha csukott szemmel nézünk, tetszenek tudni, mert csukott szemmel többet lehet látni a világból, mint nyitott szemmel. Ez a nagy titok. És amikor emberfia lecsukja a szemét, akkor azt mondja még a francia is, hogy la rêve. Az mi? Révülés. Ami egyébként egy lényegű az álommal. Na ez a révülés, ez a révülés. Meg van énekelve. És mi gondolunk, amikor táncunk, nem révülünk? Miért vagyunk olyan bizalmatlanok a saját magyar hagyományunkkal kapcsolatban? Mert kényelmes. Mert akkor nem kötelez. Születés. Mivel ez egy 12-ességben fog ez a dramaturgia kibontakozni, ezért én az első állomást berajzoltam, aminek az a neve nyugaton, hogy kos, keleten pedig az, hogy kutya. Ugyanis energia, erő. A születéshez erő kell. Hát a nap, hogyha nem lenne ereje, föl tudna jön. Most persze, ne, hát a föld forog a tenge. Majd ezt megbeszélem azzal, akinek ilyen ellenvetése van a szünetben, vagy az előadás végén. Nem, a világosság megszületik minden áldott reggel, hasad az ég. Az egy testrész. Has. Hasad az ég.
Az ég ott hasad, ahol az asszony hasad, amikor szül. És épp olyan bíbor vörösbe, vérvörösbe öltözik, mint az asszony is, amikor szül. És egyébként meg az asszonyról is elmondható, ha magas szinten működteti ezt, hogy a te hasad az ég. Mert ugyanaz a búra, az az áldott búra, ahova az élet leszáll, Isten akarata okán. Lapozzunk, látom a lábadat. Van egy olyan pont, ahol a fény kiteljesedik. Ja, hogy ezek miért állatok? Kos az állat, a kutya az állat. Azért, mert ezek állapotok, és a régiségben az állapot, az az állatban testesül meg. Azért nem tud egyik állat a másikká változni, csak népmesei fejen történő átgurgulázással, mert ezek állapotok, ezek zárt formák, ugye tetszenek érteni. Ezért nem lesz a kutyából soha majom, és ezért nem lesz a majomból ember. Charles Darwin, nem lesz a majomból ember, soha. Köszönöm, ugyanezt mondták Calgaryba, és nagyon igaza van. És ott volt Calgaryba. Egyébként ezért mondták, hogy asszony állat. Nem azt gondolták, hogy az asszony egy állat, hanem azt gondolták, hogy az egy állapot. És az tényleg egy állapot, nem? Van egy olyan pont, ahol a világosság kiteljesedik. És itt van a fénynek a tudása, mutatja az utat. Amikor kiteljesedtem, akkor kell sarkon fordulni. Tudnilik, ez a fordulat ideje, ezért hívják ráknak nyugaton. Mert ami eddig előre történt, az most már hátrálni fog. És csökkenni fog. Megsebzi saját magát a fény. A pelikán madár a népmesékben. Vagy a református egyházban. Az önmagát megsebző griffmadár. Erről szól, amikor én áldozatot vállalok, és elkezdem saját szívemből, ez a begye a madárnak, a szeretetet vérként, tápláló erőként továbbítani a többieknek, hogy őket föl tudjam nevelni, és föl tudjam emelni. Ezért lett a Magyar Református Egyház. Gyönyörű jelkép ott a templomokban. Ez ugyanaz a griffmadár, pelikánmadár, mindezt az időszakot mutatja. Na most látunk ilyet a táncban? Hát hogyne, csak kellően magasról kell nézni, tetszenek érteni? Vagyis fölülről. Ott van ez mi? Ott van, vagy nincs itt? Itt van a férfi összefogódva a nővel, és így karolják egymást. Hát nem annak a képjele van ott? Sőt, ha még rakok pántlikát a hajba, akkor nem így repül a pántlika? Ilyen ívesen? A páros táncban? De igen, mert ezt jeleníti meg a páros tánc fölülről. Mindenképpen. Mi ez? Szerelemmel történő teremtés. Önkéntes áldozatvállalás. Mit választ a legény? Áldozatot választ? Persze, meg miről kell lemondjon, ha ő párba fog élni? A legénységéről. És a lánynak miről kell? A lányságáról. És ezt régen halálkomolyan vették, főleg a lánynál tetszenek tudni. A lányt elbúcsúztatták a saját lány játszótársaitól. És onnantól kezdve a vőlegény háza népéhez tartozott. Nem ment haza, csak látogatóba az édesanyjához. Ez halálkomoly volt. Úgy is búcsúztatták el a lányt, mintha siratóének lenne, mintha temetés lenne. És úgy vitték át a mennyasszonyi ágyat, a mennyasszonyos háztól a vőlegényes házhoz, mintha temetési menet lenne. És azokat a nótákat énekelték. Ezek nem hülyéskedtek. Tudták, hogy a halál és a menyegző az valahol ugyanaz. És ezért hívták a temetést Jézus Krisztussal való menyegzőnek, vagy Szűz Máriával való menyegzőnek. Igaz? És ugyanazok a jelképek, és ugyanaz a szín, mert régiségben a menyegzőnek és a halálnak épp úgy fehér volt a színe. És a halottat épp úgy fölöltöztették vőlegénynek vagy menyasszonynak. És épp úgy három napig tartott mindkét szertartás, és mindkét szertartás végén mit lehetett találni? Tort. Az egyik a menyegzői tor, ez a menyegzői vacsora, a másik pedig a halotti tor. Hát ezek ott vannak szépen a helyükön. És egyébként mikor táncoltak? Táncoltak menyegzőn is, meg halotti torba is. Meg még mikor? Keresztelőkor. Ezek az ember élet legfontosabb fordulói. És még mikor? Hát ha bál volt. Na de a bál az mi nálunk? Most csúnyát mondok. Magyar ember, csak hogy értsék, mi az a bál. Magyar ember bálba jár, nem Jahvéba.
Nem esett le. A Bál istennév. Bál, Bél, istennév. Azonos Nimruddal. Nimrud eredetileg egy istenség, mellesleg az ősatyánk. Az ő másik neve volt Kánaánban, Ugaritban, Közel-Keleten, Bál. Most valaki meg mit keres a magyarság a Közel-Kelet? Vigyázzunk! Mert aki a hiteles őstörténetet kezdi ismerni, az tudja, hogy bizony nagyon sok keresnivalója van a magyarság előnépeinek Kánaánban, Ugaritban, a mai Irán területén, a mai Irak területén. És itt őstörténet van, nem olyan, amit mi ismerünk, és hogy ne is ismerjük meg, amíg a talajban lévő közel 1 millió agyagtáblát az amerikai hadseregnek le kellett bombázni. Ezért volt az iraki háború. Nem csak az olajért. Tüntessük el az őstörténelem még meglévő nyomait. Ennek vagyunk a részesei. Akár hisszük, akár nem, akkor is a részesei vagyunk. Gyökértelenné kell tenni a népeket. Miért? Mert akkor félni fognak. És kin lehet uralkodni? Azon, aki fél. Aki bátor, azon nem lehet uralkodni. Akinek gyökere van, azon nem kell. Nem lehet uralkodni. Azon lehet, aki szorong és fél. És most már az egész világ fél. Egyébként nem lehet tudni, hogy mitől. Mert ez egy arctalan, személytelen hatalom. Innen lehet tudni, hogy ez maga a sátán. Úgyis leírja minden hagyomány, hogy a sátán nem személyes. Ő az egyetlen, aki nem személyes. Épp ez a lényege. Nem is kell nevesíteni, ez maga a sátán. Jelképe a körző. Nem folytatom. Tudnilik, ők csak körzővel tudnak kört rajzolni. A karjukkal nem. Na most a fénynek akkor kell meghozni az áldozatot, amikor a legmagasabb ponton van. Vagyis amikor kiteljesedett. Tetszenek érteni a tanítást? Emberfiának akkor kell meghozni az áldozatot, amikor kiteljesedett. Jézus Krisztus nem 3 éves korában hozza meg az áldozatot. Meghozhatta volna, mert tudva lévően Heródes kerestette. És minden 3 évnél kisebb gyermeket legyilkoltatott a környéken. Mégsem ekkor hozza meg az áldozatot, hanem amikor kiteljesedett. 33 évesen. Itt a lényeg. Na most akkor erre lehet azt mondani, hogy ez pogány? Mitől lenne pogány? Hát ez a napnak az útja, ez a fénynek. Mi az, hogy pogány? Hát ezt Isten készítette el. Mitől lenne pogány? Erre szokták mondani, hogy asztrologizálunk? Bálványokat imádunk? Bálványokat imádunk? Hát nem is Jahvét. És van egy pont, ahol egyensúlyba jut. Újra. Ez a halálra való készülődés, az öregedés ideje az ember életben, a természetben pedig az őszidő. Amikor mindenki mérlegre lép, hogy megmérlegeltessék, hogy mit végzett az életében. Szent Mihály, hava. És ha az egyensúly megvan, ez az őszi napi egyenlőség, mehetünk tovább. Ez a negyedik pont. A bak, vagy a kecske, vagy a juh. Azért, mert ez az időszak pont olyan makacs, mint ezek az állatok. Alig mozdítható. Viszont nagyon kevéssel beéri. A kórót lerágja, és köszönöm szépen. Ilyenkor minden tartalékolva van. És ahhoz, hogy újra tudjon működni, ha nem lenne a regölés, akkor az egész nem tudna indulni. A régiek ezt nagyon komolyan gondolták. A reg ugyanaz a szavunk, mint a reggel. De ugyanaz a szavunk, mint a regge. És ahhoz, hogy reggel legyen, nekünk el kell regélnünk a reggel történetét a regölésben. Minden esztendőben. Ez a fény útjának 4 sarkalatos pontja, és mindezt csak azért mondtam el, mert a magyar népi műveltségben őt úgy hívják, hogy híd. Őt pedig úgy hívják, hogy kapu. Régen minden hídon, ami átvezetett a sötétből a világosba, az e világból a túlvilágra, innen a holtak világába és vissza, volt egy kapuzat. Itt szedték a vámot, tetszenek tudni, a hídvámot. Azért szedték, mert kell a vámot megfizetni, hogy mi a túlvilágra jussunk. Minden mitológiában ott van a vámszedő, aki a folyón való átkeléskor, ugyanis a halál a folyó. Minden ősi mitológiai képzetben.
meg kell fizetni az árát, hogy a halott túljusson a túlvilágra. Hol lehet átkelni egyébként a folyón, a magyar hagyományba? A révnél, tetszenek érteni, ugye? Hol lehet az égi folyón átkelni? A révülésé. A legmagasabb fokú révülés pedig a szerelem révülete. Ha valaki igazán volt szerelmes mindhárom szinten, nem csak itt, és nem csak itt, mind a hárman egyszer, akkor azt tudja, hát ez egy révület, egy révülés. Az ember nincs észnél. Kapu és híd. Így is mondják a régiek, gyerekek játsszák kint a mezőn. Kaput tartunk. És így is mondják, hidat tartunk. Hidas játék vagy kapus játék, ugyanaz. Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rá. Itt a kapu. Miért arany? Mert fényből van. Hol lehet átbújni? Itt. Ez pedig a híd. Mikor játsszák a gyerekek? Itt. És még mikor játsszák? Itt. Mert kapus játék, és ott van a kapu, tetszenek látni? És ott van a híd, amin át kell vonulni. És mit csinálnak, amikor az utolsó átvonul a kapun? Egyébként mit énekelnek? Nyisd ki kaput, Gergely gazda. Miért Gergely a gazda? Azért, mert itt március 21 van. És Gergely mikor van? Március 12-én, 8 nappal előtte. Ő tudja a kaput nyitni. Miért 8? Mert a 8 a régiségben a Vénusz bolygónak a száma, aminek kulcsalakja van. Tetszik látni? Ő az egyedüli bolygójelkép, aminek kulcsalakja van. Ráadásul ő a szerelem csillag, mert ezt a kaput csak szerelemmel lehet kinyitni. Ez ugye azonos a mennyország kapujával. Az emberi lélek minden esztendőbe beléphet itt a mennyországba, ha akar. És onnantól kezdve minden a fény útján bomlik ki. És ingyen kegyelmet kap itt. Mert aki szerves életet él, mag, ez a mag tanítása. Ha szerves életet élünk, a természet nyújtja nekünk ingyen az ajándékait, kegyelemből. Így van? Mert kimegy az ember a kertbe, és mindent megkap. Gyümölcsöt, gabonát, termést. Ilyen egyszerű. Ki kell nyitni ezt a kaput. De ezt a kaput ki kell nyitni. És amikor az utolsó átmegy a kapun, mit csinál? Így fog hurkolódni. Igaz? Láttuk már ezt a játékot? Tudni, ki kell fordulni. És hurkolódni fog. Na most mit tud hurkolódni? Tetszenek tudni, mi tud hurkolódni? A bolygópálya. Miért? Mert amikor a Föld beelőz egy bolygót, akkor az látszólag elindul hátra. Ez a retrográd mozgás a csillagászatban. Majd tesz egy ilyen hurkot, és újra folytatja előre az irányát. Most ezt miért mondtam? Mert az a pálya, amit ők a kapus és hidas játéknál szépen lelépkednek, azok bolygópályák. A népi hagyományban nem pályának hívják, mert ezek nem csillagászok, hanem úgy hívják, hogy lánc. Ugyanis minden lánc, akár nyaklánc, akár karlánc, eredetileg a bolygópályákat jelképezi. Legfőbbképpen a napnak a pályáját. Kör alakú? Kör alakú. Meg a bolygók pályáját. Nagyjából kör alakúak? Kör alakúak. De tudnak hurkolódni. És melyik a legfontosabb bolygó, amellyel ezt a kaput ki lehet nyitni? A Vénusz. Hogy hívják régiesen? Eszter. Lánc, lánc, Eszter, lánc, Eszter, lánci, cérna, cérna, vormi, kifordul. Nem? Nem? Igen, egyébként a mezopotámiai mitológiába hívták Isztárnak. Nálunk meg Eszternek. Eszter gom. Mit jelent Eszter gom? Ennek az erőnek a kapuja. Ugyanis a gom az kaput jelent, gám kaput jelent. A Badinyi Jóstesenek kell olvasni. Mit keres a mezopotámiai mitológia? Ja, hát igen, na itt kéne leszámolni a finnugor származással. De ha még mindig kétségeink lennének, 4000 éves naphimnusz Mezopotámiából. Jaj, el sem merem mondani. 4000 éves naphimnusz Mezopotámiából. Nem rakják ki az agyaktáblát, nehogy azt higgyük. Sem a Louvre-ba, sem a British Museum-ba, sem itt. Na ez volt a három nagy tolvaj nép, amely összelopkodta a Közel-Keletet. Nincs kiállítva.
Fejezzük be? Sokan mennek el. Befejezzük. Bocsánat. Mondom a naphimnusz szövegét. Antan temus, soraka temus, soraka digidaga alabala bambus. Kelj fel, napisten, áldott napisten, szórjad a fényességet, teremtsél életet. Nagyjából ez a jelentése. Mit keres a magyar gyerekjátékok világában? Könyörgöm. Antanténus, szórakaténus, szórakatikitaki, alabalabambusz. Mit keres? És miért nincs finn kiszámoló a magyar néphagyományban? Miért nincs ugor kiszámoló a magyar néphagyományban? Hant és mansű kiszámoló a magyar néphagyományban? Nyilván azért, amiért Bartók is észrevette, hogy ezeknek a népeknek nem pentaton zenéjük van. Akkor valami gond van, nem? Ellenben az anatóliai törököknek pentaton népzenéje van, a kurdoknak pentaton népzenéje van, az azerbajdzsánoknak pentaton népzenéje van, a kazakoknak pentaton népzenéje van, a nepáli magaroknak pentaton népzenéje van. Nem ott kéne keresni a rokonságot? Ott, ahol Körösi Csoma is kereste? Nem, ezek még mindig, higgyék el, otthon, nálunk, ezek még mindig. Finnugor, finnugor! Aki más mond, hülye. Most ilyenekkel van a Magyar Tudományos Akadémia megtöltve. És tessenek egy néprajzi vonalon is sajnos. És ott adtak, hogy Bartókkal is szembe mennek, ha kell. Csak ezt a berögzött import tudományosságot. És a legnehezebb a néptánc. Egyszerűen nem lehet lyukat fúrni, vagy... Én nem tudom, mi van komolyan. Nem fogadják el egyszerűen. Törlök. De csak ezt. Bírják még? Következő négyes, mondja, 12-en vannak, és hogyha végeztünk vele, kezdhetjük a néptánccal végre. Tehát akkor jöhet minden, ami a tánchoz tartozik. Ide most a bikát fogom, egyet lépek előre, ugye világos? Tehát a kos után jön a bika, ha valaki nem tudná. Rák után jön az oroszlán, mérleg után jön a skorpió, és a bak után jön a vízöntő. Nagyjából ezek a jelei. Erről azt lehetne mondani, úgy hívja ezt egyébként az asztrál mitoszi működés rendet taglaló tudás, hogy ez a szilárd kereszt. Azért tetszenek látni, ezek mind keresztek. Mondhatnám azt is, tetszenek látni ott a táblán a kereszt tény. Ez azt jelenti, hogy azt az égi világot, akár akarjuk, akár nem, ebben a formában is a kereszt ténység működteti. Egyébként meg ő mondta, hogy én vagyok a világ világossága. No, akkor meg? Ja, nem hittük el? Ez az erő. Azt is észre lehet, hogy a négy evangélista jelképe van fönt. Tetszenek tudni, mert Lukácsnak a bika jelképe, Márknak az oroszlán, Jánosnak a sas, ez a skorpiónak az egyik oldala, és Máténak az ember, aki vizet önt, a fiatal. Ott van fönt. Erre építették rá a kereszt ténységet. Jobb római katolikus templomba, ahol a főhajó és a két oldalhajó találkozik, ott van ez a négy jelkép. És akkor így lehet szemlélgetni a mennybolton, ugye? És akkor nem mondja senki azt, hogy asztrológia, az fekete mágia. Hát akkor minden római katolikus templomba fekete mágia van. És akkor minden pápa miért készítette el a horoszkópját a saját asztrológusával? Egyszerűen tudom, még Benedek pápának is volt saját asztrológus, aki elkészítette a horoszkópot. Az erő, itt van az erő velünk van, tetszenek tudni. Na, ebben a négy állatövi egyben tételeződik. Mind az Isten anyához tartozik, ugyanis az ősvallásunk hite és tanítása szerint az erő nem a férfinél van, hanem a nőnél. Ezért a nő tartja a családot. Mert az igazán nagy erő a megtartó erő, nem a teremtő. A férfi azt hiszi, hogy a teremtő erő a nagy erő. Nem. A megtartó erő. Teremteni mindenki tud. Megtartani? Megtartani? Azt nem. Úgy hívták a régi boldog asszonyt másik néven, hitünkben, hogy erős Isten anya. Ott az Olt mentén találta az erős kultúra Erdélyben. Ezért. Mert az Isten anyához kötődik, a vallás élete. Később lett boldog asszony.
De ő erős volt. Amikor a görögség találkozott az erős istenanyával, és megkérdezte a szkítákat, kinek az istenanyja erős istenanyja, azt mondták, a termékenységnek és a szerelemnek. Átvették ezt a nevet, és görögösen mondva így hangzik, Erosz. Ő a szerelem istennője. Ezt nem én találtam ki, Platón ezt leírja. Ja nem, bocsánat. És jön az utolsó, mert három a magyar igazság, mint látható. Jaj, miért töröltem le a karikát, miért nem szólna? A keresztet bele. Egyébként folyamatosan a magyar szent koronát rajzolgatjuk alul és felül nézetből, ugye? Nem mondok semmit. Ikrek. Lépünk egyet megint, és meg lesz a 12. Szűz, mert ugye a oroszlán után a szűz következik. A skorpió után nyilas. Most érett meg a kép megtekintése mindjárt, és az utolsó halak. Ezt úgy hívják az asztrálmitoszi hagyományban, hogy változó kereszt. Azért hívják változó keresztnek, mert ők hozzák a változást négyen. Az esztendőben például az ikrek vezet át tavaszból nyárba, a szűz vezet át nyárból őszbe, a nyilas vezet át őszből télbe, itt vagyunk most, és a halak vezet át télből újra tavaszba. Éppen ezért a magyar hagyományban egy különös minőségű hierarchia kapcsolódik ehhez, azok, akik változni képesek, és ezáltal változtatni képesek. Ugyanis csak az képes változtatni a világon, aki maga is képes változni. Azért, mert a világnak egyetlen törvénye van, amellett, hogy egy, az, hogy minden változik. Egyetlen egy állandóság van, a változás. Ezért hozzá a magyar papi hierarchia kapcsolódik, ősvallásunk tudása szerint. Az ikrek a garabonciás. A garabonciás az, aki tanulja, és nem hozza a tudást. Nagy kabátja van, ezzel járja a falut, egyik faluból megy a másikba, mindig úton van, mert ő a változó. Sosem rögzül. És bekopog a szélső házba. És tejet kér. És régen kapott is. Egyébként, ha nem kapott, nagy baj volt, mivel a garabonciásnak egyetlen egy tanulnivalója van, a mérték. Ő ugyanis szélsőséges, mint az ikrek ember. Milyen az ikrek ember? Aki ikrekben született. Vagy milyen az ikrek ember? Aki az életkörön az ikrek szakaszban van. Ez a legény. A legénykornak mi a legnagyobb ártalma? Nem ismeri a mértéket, szélsőséges. Egyik pillanatban húj, másik pillanatban haj. Nem tud beosztani. Nem tudja megtartani. Azért kér tejet, mert itt található, tetszenek tudni, az a csodálatos égi tünemény, ami pöttyös, csillagpöttyös. Ezért olyan, mint a párduc. Innen a párduc kacagány. Árpádék párduc kacagány. Az ő csöndben megkérdez az ember, hát ha mi finnugorok vagyunk, honnan a párduc? Honnan a párduc? Egyébként Egyiptomban az Osiris papok párduc kacagányt hordtak. Ez művelődés történeti tény. Osiris jelentése, Osiri jelentése, pettyes. Őt pedig úgy hívják, csak pontatlanul rajzoltam, mert itt van egy hasadékja. Jaj, nem ott van a hasadékja. Kifáradásom első jele. Ottan van a hasadéka. Őt úgy hívják, hogy óperenciás tenger, égigérő fa, mennyországba vezető létra, szekerek útja,
Szalmásút, Lovak útja, Csaba királyfi útja. Többek között. Tejút. Mindenek előtt most nekünk, ezért kér ugyanis a garabonciás tejet. Mert innen táplálkozik. Ő, mint változó, ezt a változást úgy hozza be közénk, hogy tejet hoz be közénk. A tejnek az erejét. A tej erejét a másik oldalon is be lehet hozni. De akkor táltos leszek, és nem garabonciás. És akkor van egy lovam. Ugyanis a nyilas keleten fehér ló. Na most, aki lovon ül, az a régiségben nem csak egy állaton ül, hanem ezen az erőn ül. És aki ezen az erőn ül, amit mi nyilas állatövi jegynek vagy állatjegynek nevezünk, az nem csak ezen az erőn ül, hanem azon az erőn ül, amely erővel itt, ebben a pályaszakaszban találkozik a Föld. Ez pedig magának a tejútnak a teremtő ereje. Ezért aki lovagol, az a tejút teremtő erejét uralja. Ehhez viszont nyerekkel. A mérték tudása. Mérték tartónak kell lenni. Ez a kantáros ember, aki még éjjel se száll le a lováról. Látván ezt a görögök mondták, ott a kantáros, ott a kentauros, ott a kentauros. A félig ember, félig ló, aki össze van nőve. Megint nem én találunk ki, Herodotosz leírja, hogy a kentaurosz az a szkíták látványából merített mitológiai képzet. Egyébként vágtázó lovon így ülni, nyereg nélkül, azért az nem akármi. Ráadásul kezünkben van egy ostor, vagy egy íj, amivel ráadásul eltaláljuk a célpontot, úgyhogy oda se nézzünk. Ha valaki azt mondja erre, hogy ez, hát ez egy egyszerű mutatvány, tessék, tessék, hozatok lovat, esküszöm. Ide New Yorkba, tessék, tessék, megmutatni. Kimegyünk reggel, ide New Jerseybe, rááldozom az egész napomat. Igen, de ön tud lovagolni. Hát ez a különbség. Na most úgy vágtazik ez a ló, hogy ez a felvétel nem is tudta rögzíteni rendesen a lábát, tetszenek látni. Most miért mondom mindezt? Azért mondom mindezt, mert tánctudományi tény, hogy nyugati népek tánckultúrájában a vállövnek van döntő jelentősége. Ez még a társas táncokra is igaz. Tessenek keringőt táncolni. Ugye? Ez a keringő. Keleten a lábnak van döntő jelentőség. Bharatanatyam. Hát el se tudnánk táncolni az indiai Bharatanatyamot, mert így kell állni 4 órán keresztül, képzeljék el. És akkor ebből táplálkozik minden mozdulat, vagyis itt képződik minden mozdulatnak a forrása. A magyar néptáncban mit gondolnak, hol? Itt. Csípő és medence. Na most miért? Ott a magyarázat. Mert ez kellett a lovagláshoz. A magyar néptánc lovas tánc. A magyar néptánc a lovas kultúrából kisarjadzott tánctípus. Nem is lehet más. Itt a bizonyíték. Nem is lehet másképp néptáncolni magyar néptáncot. Egy gyökerű a lovaglással. Egyébként még a ritmikája is ez. A lónak a ritmikája. Tessenek megnézni nyugodtan. A ló dobogásnak a ritmikája. Ezért van az, hogy például a népzenénk szeret 8-as egységekre tagolódni. Így van? Vannak ellenpéldák, tudom. De zömében így van? Mondjuk a kalotaszegi legényes. Lementem a pincébe. Ez egy gyerekjátéknak a szövege. Vaja csipegetni. Ugye a hosszúak azok kettőnek számítanak, világos. Utánam jött apám, anyám hátba verregetni. 8-as egység. Miért? Föltette valaki a kérdést? Mert így kényelmes. Nem szárad ki a szánk? Nem. Ott van. 8-as az a Vénusz bolygónak a száma. Fönt volt már. Jól jegyezzük meg.
Ez pedig a szerelem istennő. Vénusz a szerelem bolygója. Meg a vacsora bolygója, meg a pásztor bolygó, meg a menyegző bolygója, meg Szűz Máriának a bolygója, meg a tengernek a bolygója. Esthajnal csillagnak hívják. És miért olyan jelentős? Mert ő mutatja nap nyugta után a fényt, és napkelte előtt a fényt. És egyébként meg a két állapota között, ugye azért hívják esthajnal csillagnak, mert hol este jelenik meg, hol hajnalban. Mennyi idő telik el, mit gondolnak? Annyi, amennyi a szerelem beéréséhez kell. 9 hónap. Mit mutat az égen? Hogyan válik a leányból Vénusz asszonyjá? A termékenységnek, az erőnek, a szerelemnek és a szeretetnek a bolygója. Kell még valami indoklásként? Hogy 8-as tagolású minden kiszámoló, 8-as tagolású minden gyerekjáték, 8-as tagolásúak a népdalok, 8-as tagolásúak a Kolomei Kárgyalán a tánckísérő dallamok? Egyébként, ha már itt tartunk, eszembe jutott, bocsánat, Leopold Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart édesapja, leírja a saját fiának, hogy hogyan kell tökéletesen hegedülni. Erről tetszenek tudni? Mert ugyanazt írja le, ahogy ma egy kalotaszegi primás hegedül. Ugyanazt a technikát írja le Leopold Mozart a tökéletes hegedüléshez, amit a kalotaszegi primás használ. És azt tetszenek tudni, hogy ifjú Csóri Sándor kikutatta, hogy Ludwig van Beethoven 9. szimfóniájának 4. tétele, ami szabadkönyves induló lett, az Európai Uniónak az indulója. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, örömódának hívjuk ezt a dallamot. Ez egy kalotaszegi legényes dallam volt eredetileg. Van esély. Ő mindig nő, mert a szűz az nő. Vagy úgy hívják, hogy füves asszony, vagy úgy hívják, hogy javas asszony, és akkor jósol, vagy úgy hívják, hogy bába asszony, és akkor a születésnél segít. Ők is táltosok mind a hárman, de női táltosok. Tehát vannak női táltosok, de behatárolt a szerepük. Egyébként a sámánizmus ezt a hármas szerepkört örökíti tovább. A sámánizmusban nincs a garabonciás, nincs a táltos, és majd látjuk, nincs az az utolsó. Már mindjárt odaérünk. Tehát ők mindig nők. Látható módon nem a tejből táplálkoznak, viszont azt viszik tovább. Na most itt tanulja meg, tetszenek látni, tehát ez egy fejlődési fokozat, itt tanulja meg a garabonciás a beosztást. Miért? Mert a szűznek a legfontosabb sajátossága a mértéktartás, a pontosítás, a beosztás, a behatárolás. Ez jellemzi a szűz embert, ez jellemzi ezt az időszakot. Mert milyen időszak ez? A termények betakarításának ideje. Mikor kezdődik? Augusztus 24-én. Ünneprend szerint. És tart szeptember 24-ig. Ekkor van a betakarítás. Minden termény szépen betakarítanak, és beraknak a megadott helyre, pincébe, padlásra a gabonát, mindent, ahova kell. Ha én megtanultam beosztani, na most ezek tánctípusok, fogjuk látni, tehát pár tánctípusok bomlanak, itt a legényes. Majd meg fogom magyarázni, miért. Itt van a karikázó, meg fogom magyarázni, hogy miért. Itt van a férfi szólótánc, meg fogom magyarázni, hogy miért. És van egy utolsó fázis, ezzel visszatérünk a tánc ciklus elejére, a táncrendnek az elejére, újra meg fog jelenni a karikázó. Először még a páros táncokból kibomolva, ezt nevezik körcsárdásnak. Azután pedig, ha a táncrendet újra akarják kezdeni, akkor jön újra a karikázó. Kedves egészségünkre! Most erre mondhatja valaki, ma nincs is benne a karikázó a táncrendbe. Hát ma nincs benne, de régen benne volt. Ő pedig a megváltó. Most megint vissza lehetne térni ide, engem nem zavar, megint vissza lehetne térni ide, hogy keresztény-e az az ősvallás, amiről beszélünk. Itt a megváltó. Megváltó az, aki saját halálával emelni tudja a rábízott közösségnek a létszintjét. Itt a halakban találtam. Miért? Mert itt van a halál. A megváltó halálnak az állatövi időszakasza. Mi történik itt? Ez a nagy böjt. Na most itt értjük meg, hogy miért nagybőjt, és miért itt van a nagybőjt. Mert ami a nagy természetben történik, halál általi megváltás, abban nekünk részesedni kell.
Vagyis le kell zárnunk magunkban az érzéki örömök felé történő nyitottságot. Mik ezek? Evésivás, mulatozás és szerelem. Mind a hármat tiltja a nagybőjt. Ráadásul tetszenek tudni úgy, hogy a lakodalmak viszont az előtte lévő vízöntőben vannak farsang idején. Kizárólagosan. Tehát megkötik a menyegzőt. És utána 46 napig. Most ez nem halálba való beavatás? Tetszenek érteni? Egyszer ott fönt az Eszterházán, a mennyekben, a padláson, a hétrétegű ágyban megtörténik, de aztán 46 napig semmi, még egy kis érintés se. Majd, vasárnap után, mármint húsvét vasárnap után. És nincs tánc, na ilyenkor jönnek a karikázók, úgy is hívják őket, hogy bőjti karikázók. Eredetileg a karikázókat bőjtbe táncolták. Egyébként nem kizárólag, táncolták pünköstkor, ennek a maradványa a pünkösdi király kisasszony járás, falunk, és táncolták egy különleges időszakba nagy boldog asszonytól, ez augusztus 15-e, ugye Szűz Máriának a mennybe szentelése, szeptember 8-áig, ez már javában benne van a Szűzben, ez pedig a kisasszony napja, ugye ez Máriának a születésnapja, Szűz Máriának a születésnapja, ez egy mágikus időszak volt, és itt megint ott találjuk a karikázó táncosokat, vagy forrásnál, vagy Szentfánál, vagy ligetben, vagy mezőn, de mindig a szabadban. Karikázott sohasem táncoltak bent a belső térbe, egyetlen egy alkalommal, amikor a táncmulatságban a teljes tánciklust valamilyen okból végig kellett táncolni. Erre majd külön holnap kitérünk, hogy milyen esetekben kellett teljes egészében körbe táncolni a tánciklust, vagyis a táncrendet. Na most fogunk képeket nézni akkor, reményeink szerint. Nem fogunk képeket nézni. Nagyon jó. Megtetszenek tudni mondani, hogy melyik tájegység házát látjuk? Kalotaszeg, köszönöm szépen. Most ha gonosz lennék, tovább kérdeznék. Megtetszenek-e tudni mondani, hogy felszeg, csipkeszeg? De nem játszok ezzel. Tunilik, akinek szeme van és már jártas ebben a világban, pontosan meg tudja mondani. Akár még a falu, egyébként akár még a falut is. Na most nem ezért, hogy vetítettem a képet, hogy ezzel eljátszak. Tetszenek látni a homlokzatot? Nagyon fontos, hogy a régiségben minden ember léptékű. Ember léptékű a viselet. Azért ember léptékű a viselet, mert a viseletre azok a jelek kerültek, amelyek az én maga viseletemet mondják el. Ezért a viselet kötelez. Amilyen viseletet viselek, olyannak kell lenni a viseletemnek. Ezért a viseletre nem csak a kozmikus képek kerültek, nem csak a közösségi jelek kerültek, az életkornak a jelei is kerültek. Más egy leánynak a viselete, más egy mennyasszonynak a viselete, más egy asszonynak a viselete, és más egy öregasszonynak a viselete. Más egy gyermeknek a viselete, más egy legénynek a viselete, más egy házas embernek a viselete, és más egy öreg embernek a viselete. Más a viselete a felszeginek, és más a viselete a csipkeszeginek. Más a viselete a falu felső részén lakónak, és más a viselete a falu alsó részén lakónak.
Így válik személyes és egyedivé a viselet, mert minden ember maga viselete egyedi és ugyanakkor kozmikus és ugyanakkor közösségi. Így kötelez a viselet. Ezekben a viseletekben, mert királynő mindenki és királyfi mindenki, aki fölöltözik magyar népviseletbe. Nem lehet görbe gerinccel állni. Próbálják ki. Ezek alapvetően a fény jelei, különösen Kalotaszegen. Ezért van Kalotaszegen olyan sok fény visszaverő. Igaz, Gyöngy? Tükör. Tükör a legény kalapján is, és tükrös párta a leánynak a hajviselete, fejviselete. De kerülnek tükröcskék a mellényre is. Mert a fény útja tételeződik mindenhol. És kerülnek a házra is, mert a ház is ember. Hiszen homlokzata van, szemöldök fája van, három rétegű, van egy padlása, ami a felső világ, a menny. Van egy középső világa, ahol az élet zajlik, és van egy alsó világa, a pince, ahol a bor erjed. Mert az nedves és hideg. A menny a száraz és meleg, a középső világ pedig ember lépték. A homlokzaton pedig nem jelenhet meg más, csak ami a homlokon jelenik meg. Ez azt kell tudni, hogy mi jelenik meg a homlokon. Mi jelenik meg a homlokon? Régi ember ránézett a másik homlokára, és úgy nagyjából be tudta mérni, hogy mi a helyzet. Ha ma elmegy valaki sámánokhoz, párhova, Szibériába, a sámán tud a homlok jeleiről olvasni. Ugyanis ott van minden, ami a tudathoz tartozik. Hogy nekem milyen a tudatom, az a homlokról leolvasható. Egyébként ez a skalp jelentősége az indiánoknál. Ez a legfényesebb testrész. Állandóan fényben ragyog. Az orcával együtt természetesen, de a legfényesebb a homlok. Ide közvetlen a fény jelei kerülnek. Oda közvetlen a fény jelei kerülnek. Tudják mi az? Parancsol? Az a kis ablak a harmadik szem, ami szokott lenni, ugye a homlokzat tetején, ott a tető alatt. Egy kicsi ablak, az a harmadik szem, az jó. De ő micsoda? Ez egy kinyitott páva farok. Na most a páva a fényt méri. Honnan tudjuk? Azért, mert a páva ennek az állatövi egynek az utolsó holtháza. Közvetlenül a fény születése előtt, ez a kos, közvetlenül a fény születése előtt lévő stáció. Itt tudom megragadni az éppen születő fényt. Ott tudom megragadni az éppen születő fényt. Az éppen születő fényt mivel tudom megragadni? Napórával. Tudják mi ez? Ez egy árnyékvető. Kiállt egy kis pálca, és a fölkelő lenyugvó nap szépen odavetíti az árnyékát, és ők leolvassák, hogy hány óra van. Ott van a kalotaszegi házakon. Most ezek után valaki mondja már azt, hogy nem a fény útjáról szól minden. Meg nem kozmikus tudás. Ott van. Nem a csillagásztot tanulták. Nem arról van szó, hogy elutazott valamikor a újkor elején Johannes Kepler Kalotaszegre, és minden házra oda szerkesztett egy napórát. Na most a homlokon is ez van. Tetszenek tudni? Mindjárt megmutatom. Be fogom fejezni hamarosan a sűrű ásítozásokból következően. Örömhírként mondom. Ő a látóhatár. Most ő lesz a látóhatár. Van az esztendőben kettő darab nap, amikor keleten kell a nap. Aztán kész. Soha többet keleten nem kell a nap az esztendőben. Csak kétszer. Március 21-én és szeptember 21-én. Őt fogjuk középre rakni. Mi történik utána? Mondjuk március 21-e után mit lehet látni? A régiek látták, tetszenek tudni, mert volt látó határuk. Hát a New York-i embernek itt Manhattanben nincs látó határa. Házgépeket lát.
Nem látjuk a fénynek az esztendős útját, nem látjuk a fénynek a napi ritmusát, nem látjuk a csillagokat, pedig mi kell a csillagokból olvasni? Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Mutassatok utat, nem fog tovább, nekem elment hangom. Mutassatok utat. A szegény legénynek nem találja párját a szeretőjének. Tehát a régi szeretőt nem lehet máshonnan kiolvasni, csak a csillagokból, könyörgöm. Na most nagyvárosi embernek erre esélye nincsen, mert itt van a fényszennyezés. És nem lát semmit az égbolton, az ég, csak ilyen gépmadarakat. Elindul a nap ugyanis március 21-e után éjszak fele. És a nyári napforduló idején majdnem északkeleten kell. Azután elindul visszafele. A téli napforduló idején pedig majdnem délkeleten kell. És ha bejelölgetjük ezeket a pontokat, és összekötögetjük, na akkor kapjuk meg a homlokra kerülő pártázatot. A magyar Szent Korona abroncsán is ilyen pártázat van előnézetben. Érdekes módon az abroncs nem tökéletes kör, tetszenek tudni? És ott, ahol a pártázat két végpontja van, ha ott elvágjuk ezt a lemezt, ami az abroncs, akkor két nem egyenlő hosszúságú körívet kapunk. Tudják mennyi milliméterben mérve a különbség a két félkör között? Mint napban a különbség a téli napfordulótól a nyári és a nyáritól a télig, és ez az esztendőnek nem két egyenlő hosszúságú szakasza. Pontosan ugyanannyi milliméterben a különbség, mint napban a két fél év közötti különbség. Innen lehet tudni, hogy az abroncs az a földpálya. Vagy ha úgy tetszik, a napút. A napnak a pályája. És innen lehet tudni, hogy a gyöngyös párta a mennyasszonynak a homlokán ugyanez. Mi van itt? A földi pálya. Nekem mi van itt? A földi pályafutásom. Tessék leolvasni. Ott van minden. Ott van, amit eddig csináltam, és ott van, amit most fog csinálni. És itt is itt van. Ismerős? És a talpamon is ott van. Ismerős? Skalp, tenyér, talp. Ez a három világ. Mind a három világban tételez. És még valahol, mert a szem a lélek tükre. Tetszettek az iris diagnosztikáról hallani? Ott van az egész sorsom a szememben. És ott van a nevemben. És ott van a számomban. És ott... Menjünk tovább. Következőre. Itt fogjuk folytatni. Most föl lehet lassan lélegezni. Még egy dolgot el fogok mondani, és ma befejezem a jelölést. Itt fogjuk folytatni. Ez a festmény Csontvári Koszka Tivadarnak a Zarándoklás a Cédrushoz című festménye, és nem ok nélkül van itt. Nem a Tivadar bácsiról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy az, amit Bartók észrevesz, mint különlegességet a Kárpát-medence néphagyományában, ami a táncra vetítve azt a nevet viseli magán, hogy táncrend, vagy tudományos néven táncciklus, és sehol a világon máshol nem fordul elő, csak a Kárpát-medencében. Egy gyönyörű, vertikális, egymásra rétegződő rendje a táncoknak, a karikázótól a körcsárdásig, az itt le van festve. Már most lehet látni. Itt van a karikázó. Itt van a, bármilyen furcsán hangozik, itt van a férfi szóló táncvilága. Az égigérő fa. És amikor a kettő találkozik, abból alakulnak ki a páros táncok. Tetszenek le? De ezt majd részletesebben ki fogjuk bontani. Valamilyen nagyon furcsa kapcsolat van a festmény és a táncrend között. Valamilyen nagyon furcsa kapcsolat van a mitikus történelmünk és a táncrend között. És egyébként meg a világ egészének működése között. Mert ami fent, ugyanaz, mint ami lent. És ami kint, ugyanaz, mint ami bent. És ami nagyban, ugyanaz, mint ami kicsikben. Miként a mennyben, úgy a földön is. Utolsó tétel, tényleg aztán nyújtózhatnak és mehetnek pihenni. Nem mintha bármikor nem mehettek volna, mert mehetnek természetesen szabad emberek. Végignézzük az állatövi jegyeket az emberi testnek a szerkezetében. Kezdjük a kossal. Hol van a kos? Itt a kos, tetszik? Mindenki látja, ugye? Igen, csak visszaszom a szemügyel, mert nem látok semmit. Ez a kos. Most ez a kezdet. Azért itt van a kos. A szellem, egyértelműen a kezdet, egyértelműen a fej, meg kell, hogy jelenjen. Van egy táncunk. Csak példákat szórok most szét. Holnap ez össze fog állni egy egységes rendi a táncrendben. Van egy táncunk, az a neve, hogy mars.
pontosítok, mert több helyen van mars. Én most a Kalocsai marsot fogom megmutatni. Kalocsa vidék az a Duna alsó folyása a jelenlegi Kis-Magyarországon. A Kalocsai mars arra szolgált a régiségben kizárólag, hogy menyegzői táncként átkísérje a menyasszonyos házból a násznépet a vőlegényes házhoz. Ez egyébként nem akármikor játszódik a menyegzőnek a dramaturgiai rendjében, majd fogjuk látni, hogy mikor. Hát oda lehet, hogy nem jutunk el, de mondjuk fontos lenne látni. Na most, következőképpen néz ki ez a tánc. Fogja a táncos, ja, néprajzkutatás. Mars, német eredetű név. Mars azt jelenti induló. Köszönjük szépen. Vettük a lapot. De most hallgassák meg az én véleményemet. Következőképpen néz ki. Tehát még egyszer mondom, menyegzői tánc. Nem tudom, egy menyegzőn mi a fenét keres a katona induló, ugye? Van létjogosultsága? Katona indulónak egy menyegzőn? Szerintem sincs. Következő az alaplépés. Fogják a két kezüket. Itt a fejük előtt. Olvassuk? Olvassuk most közösen. Ha fej előtt történik egy gesztus, mit jelent? Szellemi üzenet. Vagyis még nem kapott lelkesültséget, és főleg nem öltött testi formát. De a szellem mindig azt jelenti, hogy már nagyon gondolunk rá. Már nagyon készülünk rá. E körül forog minden gondolatunk. Na nézzük, mi körül. Mert itt történnek a gesztusok. Így néz ki a gesztus. Ugyanez van az arcomon. Tetszenek látni? Azelőtt csinálom. Mert nem itt csinálja, és nem itt csinálja, itt csinálja. Meg lehet nézni a felvételt. Innen indítja. Ezt erősíti meg. Mit jelent? Tudni kell, hogy az emberi életben már letöröltem, mi a kos. Megbeszéltük. Újraindítás, születés, kezdet. Mire gondolok? Kísérem át a mennyasszonyt a mennyasszonyos házból a vőlegényes házba. Ott fog bekövetkezni a vacsora, és vacsora éjfélkor a hétrétegű megvetett mennyasszonyi ágyban, ott fönt a mennyekben, a vőlegény majd titokban föl fogja keresni a mennyasszonyt, hogy mi történjen? Magadás. Miért? Hogy legyen születés. Rat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 
Hogy hívják? Mars. Tetszenek tudni, hogy melyik állatövi egyben van otthon? A Mars. A kosban. Na Mars. Nem Mars. Nem. Mennyegzői tánc. Na most így vezetnek félre minket. De módszeresen. Bika. Itt van. Megbeszéltük, ez a disznókodás ideje, termékenység. Május, szerelem, hava. Torkosság. Itt mindenki torkos. Mert mivel van elfoglalva mindenki? Vagy a beporzással, vagy a bepárzással. És ennek ilyenkor van az ideje. Ilyenkor van az ideje. Na most, aki ezt túlzásba viszi, az a torkos, és akkor ez az énekeknek a világa, a népdaloknak a világa. Amikor fúvom a dalomat. Következő az ikrek. Már beszéltünk róla érintőlegesen. Megjelenik ugyanis kartartásban. Miért? Mert tetszenek tudni, a kar a testrésze az ikreknek. Emberi élet szakaszában ez a leány és legény élet. A kettősség. Amikor megtapasztalja a legény is a leányon, hogy ő legény, és a leány is a legényen, hogy ő leány. Mert csak egymáshoz viszonyítva tudják megtapasztalni saját magukat. Igaz? Ennek a tánca a legény es. Ez a tánca legényeki, ezért nem a házas embereké, takarodjon a házas ember. És mit csinálnak a legények? Nem így jönnek ám be a legényesbe. Hát az nagyon mulatságos lenne. Nem így jönnek be a legényesbe. Nem így jönnek be a legényesbe. Hanem így jönnek be a legényesbe. Ez mi? Az ikrek jele. Rák. Megbeszéltük már. A páros táncok világa. Páros. Párás. Tudnélik a pára, amikor tűz és víz találkozik. A tűz a férfi, a víz a nő. Ugye ismert?
És ha a kettő találkozik, az a pára. Pár, páros, pára. Szegény pára, lélek, mert lelket is jelent. Na most a páros tánchoz kell igazán lélek. Oda aztán igazán kell. Meg egyensúly. Mármint nem saját belsőm, annak már meg kell ilyenkor lenni. A másikkal való egyensúly. Mert ha nincs meg a másikkal, az egyensúly szétszakad. Mert itt csupa-csupa forgás van. Hiszen a rákban vagyunk. Az meg semmi más nem csinál, mint forog. Rák után jön oroszlán. Jellegzetes karttartás. Itt lehet egy üveg, lehet egy bot, és akkor, ha túlzott az erőm hozzá, jön a verekedő tánc. Cigánybotoló. Vagy pásztorbotoló, magyar emberektől. Vagy kanásztánc. Oroszlán után jön a szűz. A szűz a szüzek tánca. A még szüzeké és a már szüzeké. Akik még nem járnak jegyben, tessenek figyelni erre, hogy jegy. Ott vannak a jegyek fönt. Kostol a halakig. Akik nem járnak jegyben, azok még szüzek. Akik a nemesedés útját járják, azok jegyben járnak. És akik kiléptek a jegyekből, azok már szüzek. Na most a még szüzek és már szüzek, akik nem jegyben járnak, a még nem jelesített, jeles ember, jeleket visel. A még nem jelesített ember csupasz köre. Ez a karikázó. Ezért táncpótlék és nem tánc, mert nem jelennek meg benne az állatövi jegyek kibontott világa. Elkülönülve, vagy egyesülve. Csak az ősforma a kör. És még valami, azt fogjuk látni a karok útján. Na ezért csak szüzek táncolják, és még egyszer mondom, kifejezetten böjt időszakban. Elsőrendű mondom nagy böjtbe, de mint a változó keresztből látható volt, a változó kereszt szárvégein, a pünkösd időszakban, az ikrekben és a szűz időszakban. Ott fönt. Hogy a nyilasban miért nem? Igenis, meg nem is, de ezt majd csak holnap fogjuk látni. Igenis, meg nem is. Megyünk tovább. Szűz után jön a mérleg. Jellegzetes tartása. Itt az egyensúly a fontos. Kötéltáncos hogy egyensúlyozik? A táncos is így, ha a mérlegről akar beszélni. Mérleg után jön a skorpió. Láttuk. Ezt nő soha nem táncolja, mert régiségben nő a skorpióságát nem mutatta meg. Tudni, a skorpió itt van. Na most ez illetlenség. De a kanász megmutatja, csak jelképesen. Na most, ő a disznókat őrzi. A disznó a bika. Emlékeznek rá? Keleten disznó. Az pont szembe van a skorpióval. Disznókat őriz, ő a skorpió, aki a kanász. Ugye világos? Egy tengelyen vannak. Most ezt nő soha nem mutat, a régiségben ez tilos volt. Tehát ő a nemiségét ilyen direktben soha nem táncolt el. Tetszenek tudni, hogy a nő a nemiségét hogy mutatta meg? Virágot adott a férfinak. Ugyanis a tulipán az a női nemiség jelképe. Bimbózva a még szűzi nőiség, kinyílva pedig a már termékeny nő. Mai napig anatómiában hogyan is nevezik a szüzesség elvesztését? Defloreálás. Mit jelent a flor? Virágot. Népdalaink erről szólnak. Leszakítja a bimbózó virágot a legény. Gyönyörűség. Ráadásul Szűz Mária jelképe is együtt. Tehát egyszerre jelzi a lány nemiségét és a Szűz Máriasággá válását. Azt a feladatot, hogy ő neki szűzön kell termékenyé válni. Ezt most még nem értjük, majd holnap a táncrendben ez is ki fog bomlani. Ha nem értenék, népművészetben mindig a lány nyújtja át a virágot a legénynek. Sohasem fordítva. Ez a modern világba fordult meg, most mi visszük a nőnek a virágot. Ez tévedés. A nőnek kell a virágot átadni a férfinak. Na, hogy örülnek neki teljesen. Ez volt a... A nyilas, minden, ami a legényesben megjelenik, az nyilas is. Miért? Mert a legény
tánca, azaz ikrek tánca, vele szemben viszont a nyilas van, onnan kapja az erőt, fogjuk látni, hogy ez milyen módon jelenik meg, megint csak holnap. Itt tovább nem tudunk lépni, a holnapi előadásban fogunk. Nyilas után jön a bak. Tudni, ja most bocsánat, tehát a testrészt meg tudom azért mutatni. A nyilas testrész az a comb. Na most amikor én ezt csinálom, akkor ezzel az ikrek nyilas tengelyt képeztem le a testre. Így van? Hogy formailag is mennyire nyilas tetszettek látni, amikor még fönt volt a táblán, hogy hol válik szét a tejút? A nyilasnál. Itt van a tejút. Én vagyok a tejút. És rajtam múlik, hogy le tudom-e hozni a tejút erejét. Mert a magyar néptánc ezt fogja csinálni. Lehozza a tejút erejét ide közénk. És vissza is fogja vinni. De úgy, hogy akkor ma az egész közösséget emeli. Azért hozom le, hogy rajtam keresztül mindenki mást emelni tudjak. Egyébként ez a táncrend lényege. És akik a szellemiségtől félnek, na ezért félnek. Mert innen lehet látni, alkoholosan nem lehet táncolni. Tetszik érteni? Úgy nem lehet táncolni, hogy elmegyek egy táncmulatságba, félig már leittem magam, és akkor már érzem, hogy én vagyok a Jani, megmutatom, hogyan kell ott a szegélyegényes táncolni. Hiteltelen, felesleges, hülyeség. Felejtsük el. Nem. Le kell hozni. Hát azt nem lehet mámorosan. Az más kérdés, attól leszek mámoros, hogy lehozom. Az meg, és az meg fog jelenni a táncba. Ezért fog úszni a levegőben a táncos, alig éri a földet a lába. Hát ez lesz a lényege. És nem értik, nem értik, nem értik. Mert diszkó. Jó, oda kell vágni! Nem ettől vagy legény barátom, ez erőszak, nem erő. Az erő az mindig nemes, emel. Az erőszak az ilyen. Bocsánat a szélső példákérítésben, de hát ez így van. Most ezt lehet látni. Tudják, mi történt? Utóbbi 5 évben tánczene fölgyorsult. Egy legényesnek a zenéje, ott vannak a gyűjtésekkor a metronszámok, ugye a metronszám, hogy a metronom hányat ketyeg, tehát a hány negyedet kell játszani 1 perc alatt. Világos. Ezt adják meg. Most egy kalotaszegi legényesnek ilyen a zenéje. Manapság. És mit lehet látni? Szerencsétlen táncos? Nem bírja. Persze, hogy nem bírja. Hova rohanunk, könyörgöm. És gyors lett a verbunk, és gyors lett minden. Minden gyors lett. És nincs meg a táncnak a nemessége. Hova rohanunk, könyörgöm? Mindenki meg van hűlve. Mert ez a modern ember világa tűnik, gyorsuló idő, rohanunk mindenhova. És akkor a tánc is gyorsul föl. Szóljon már valaki a zenészeknek. Ez a legényesnek a normális tempója. Parancsoljon! Zen is vagyok, azért mondom, hogy kicsit én másképp látom, teljesen igaz, amit mondasz. És ez a szétveréssel teljesen jogos, mert amikor kiállnak a figurát táncolni, akkor egyszerűen megöli magát. Szana szétveri. Viszont a helyzet az, hogy tényleg valóban ez a ritmus, ők élik. És amikor táncol, ahogy táncol, és mivel a szana szétveri magát, és jön ez az erőszak, nyomja föl. Szét fog hullani az egész. Tehát barátom, hogyha így táncolsz, követnem kell téged. Tehát itt a felelősség kettős. Tehát ne verd szét magad, kedves barátom, mert vagy táncolsz a zenére, mivel hogy a zene szól, ha nem vennél észre. Tehát ez most, világos. Ugye, ha nem vennél észre, akkor ez a ritmus, ez a zene, ez így szól, és addig, amíg ki tudod táncolni, tudnék a helyzet az, hogy karjaiddal, lábaiddal már nem tudsz mit csinálni. Már bele kavajoltál, mi vagyunk a cérnába. Erre mondta, hogy Székely jobban táncol, mint ahogy tud. Teljesen igaza van egyébként, ez csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy... Igen, igen, igen. Azt hiszi, hogy ha minél gyorsabban,
Persze, hát mert nem érti a szellemiségét, azt hiszi, hogy ez magamutogatás. És akkor még ez a táncol, akkor így körbenéz, na milyen volt, szar. Ez az igazság. Ez mindenképpen igaz színpadi produkcióra. Na most faluhelyen azért én azt hiszem, hogy az viszont a zenész felelősség, hogy visszahúzza a táncost, hiszen a zene az alapja a táncnak, és meg is érdemli. Így van. Meg is érdemli, hogy visszahúzza. Tehát ott kéne valahogy hangsúlyosabbá tenni a metrumot, és akkor visszahúzni a táncot, csak ott meg nem gyorsítják be, mert ugye az erdélyi legény még tudja, hogy mit csinál. Arról nem beszélve, hogy ugye hát azért az ember azért, hogy nincs vér, és egyszer ez megy föl, mint az adrenalin szint. Igen. Megy föl, megy. Egy bizonyos szintig addig, ameddig a zene és a tánc értelmezhető. Így van. Egyetértek, csak egyetérteni tudok. Köszönöm szépen a hozzászólást, alig van már állatövéd, és akkor tényleg befejeztük a mai alkalmat. Hol is tartottunk? Nyilasnál. Hát itt volt a tejút. Nyilas után jön a bak. Ő a térd. Tehát amikor vagy ezt látom hangsúlyozni, akkor ez a bak állatövédre utal, különösen pedig verbunkokban. Nem azt jelenti, hogy nem fordul elő legényesben. Ez a bak. Na most, hogy mit keres itt a bak? Mert azt, hogy önmagában meghatároztuk, az még nem nagy tudás. Hanem hogy mi ez a bak, és mi ez a térdelő, következő előadásom lesz. Vízöntő, alsó lábszár. Ez mind vízöntő hangsúlyozás. És eljutok a halakhoz. Ez a boka. Ez is halak. Másik lába is halak. Sőt, ez is halak. Sőt, ez is halak. Mert hogy a sarok is a halakhoz tartozik. Na most a verbunk ezeket használja. Tehát a domináns lépések ez, aztán ez, meg ez. És hogy mennyire hangsúlyos a sarok és a boka, oda rakják a sarkantyút. Verbunkot csak sarkantyúban szabad táncolni. A verbunk eredetileg körverbunk, a szólóverbunk későbbi. És most jön a legborzasztóbb kijelentés a szakma számára. A verbunk nem új stílusú tánc. Ezt majd holnap. Ugyanis a verbunk eredetileg menyegzői tánc volt. És éjfélkor táncolták, pontosan akkor, amikor fönt a mennyekben, vagyis a padláson, megtörtént a teremtő lövés. Abban a pillanatban eltáncolták lent a középső világban, a menyegző szertartás világában, a kizárólag házas emberek. A verbunkot. Legény nem tud verbunkot táncolni. Tessenek megnézni. Nincs meg az a lelki érettsége, és nincs meg az a testi érettsége, hogy azt a rendkívül ízes táncot, ami a verbunk eltáncolja. A verbunk régen kardtánc volt. Mindenki fölöltötte a menyegzőben a kardját, aki házas, azokat a kardokat, amelyeket az ősöktől örököltek. Saját nagyapjától, dédapjától, szépapjától oda fölkötötte, és volt egy pillanata a menyegzői verbunk táncolásnak, erről leírásaink vannak a 17. századból. Na most kérdezem én, 17. századi verbunk lehet új stílusú? Amikor a tánckutatás úgy adja meg az új stílust, hogy 19. század? Nem! Igen ám, de ha a verbunk nem új stílusú, a fene egye meg a csárdás sem lehet az. Ugyanis a három nagy dialektusból, nagy néprajzi területből kettőben a csárdás a verbunkkal párhuzamosan alakul ki. Tehát nem lehet új stílusú. Ugyanazt a mozgásanyagot hozza, mint a verbunk. Tetszenek érteni? Na így vezetnek minket félre. Na de az a kérdés, hogy miért lehetett Mária Terézia hadszedő intézményének szertartásos tánc a verbunk, itt kap értelmet. Azért, mert a boka és a sarok van hangsúlyozva. Ez melyik állatövjegy? Halak. Milyen érdekes, keleten a halaknak az a neve, hogy kakas. Melyik házi állatnak van sarkantyúja? A kakasnak. Köszönöm szépen. Miről szól ez a tánc? A halakról. És mi a franc karika az a halak? Önkéntes áldozatvállalás, saját életem feláldozása az egész közösség emelésért. Na ezért lehetett a verbunk később toborzó tánc. Mert miről szól a toborzás? Bejössz barátom katonának, de nem biztos, hogy hazajössz. Ugyanis föl kell áldozod az életedet az egész közösség emelésért. És ezzel lehetett verbuválni. Tá, 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 tá. És jött a csapás.
jött a sarkantyú pengés, jött a térdelés. Én most nem táncolom tovább. Nem azért vagyok itt. Hát erről szól. Tetszenek érteni? És a menyegzőben mit keresett? Hát éjfélkor, amikor a legény föláldozza önmagát. És a leány föláldozza a szüzességét. És minden az áldozathozatalról szól. Mit kellett megjeleníteni a középső világban? Az áldozathozatalt. És a kard eredetileg mire szolgált? Önmagam emelésére. Mert milyen küzdelemről szól? Amikor saját magammal harcolok, saját magam emelésért. És még mire jó a kard? Egy olyan irányú akaratra, hogy fölfele döfök. És miért kell fölfele döfni? Mert meg kell nyitni a meddőségnek az akadályozó erejét, hogy újra termékeny erők tudjanak beáradni a világba. A karddal, annak hegyével és élével, a kard éle és a magyar élet szó ugyanaz a szó. Az életnek nyitjuk meg az utat. Nem a halálnak, az életnek. Önfeláldozással. Hogy ez a meddősítő hatás, a szűziesítő hatás, menyegző, megszűnjék. És minden termőre forduljon. És az élet tovább tudjon menni. A maga kerékvágásában. Hát ez a verbunk. És ezzel eljutottunk a halakig. És kezdődik minden előről. Na most a vízöntőhöz majd még annyit, hogy a vízöntőben jelenik még meg természetesen a karikázó üzenete. Pontosabban megfordítom, mert már fáradok. Tehát a karikázó üzenetében jelenik meg a vízöntő sajátosság. Ez pedig a tartásban. Vagy keresztbe fogják a karjukat a karikázóban, és akkor ezt olvasom le a készfogásból. Ugye? Na, hogy mit jelent az, hogy keresztbe, és mégis ezt olvasom le, ez majd holnap fog következni. Idáig jutottunk ma. Magyar néptánc titkos nyelve, ősvallási üzenetek és képek a magyar néptáncban, és az egész magyar hagyományban. A fény útján tételeződően egy teljes teremtési programot megrajzolva. Ez a magyar néptáncnak az üzenete, ez a magyar néptáncnak a megtartó, gyökeret adó ereje, és értelme innen adódik, a hagyomány egyetlen értelme, tessenek folytatni, egy valamire vigyázni, csak tiszta forrásból. Köszönöm szépen!